Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot a Kistelek Városi Televízió közéleti magazin műsorát látják. Mai műsorunkban ellátogatunk a helyi civil szervezetek egyeztető ülésére, betekintést nyerhetnek az Árpád-fejedelem gimnázium és technikum gólyavató ünnepségébe, és Baranyi Ildikó mese délutánját is megtekinthetik felvételről. Tartsanak velünk! Október 1-én civil fórumnak adott otthont a polgármesterhivatal. Ezúttal a helyi alapítványok, egyesületek vezetőit hívta meg kerekasztal beszélgetésre Nagy Sándor, városunk polgármestere. A találkozó célja a helyi közösségekkel közös együttműködési lehetőségek egyeztetése volt. Az egyeztetések eredményeképpen egy évre előre láthatóak a civil, intézményi és önkormányzati programok. Október 1-én a Városi Önkormányzat civil fórumot tart. Mit kell tudni a mai napról? A mai napon összehívtuk a kisteleki egyesületeket, civileket egy olyan találkozóra, ahol átbeszéljük azt, hogy mi fog jövőre történni, milyen rendezvények lesznek. Szeretnénk egy civil naptárt létrehozni, amit majd az emberek megkapnak az otthonukba, hogy mindenki felkészülhessen arra, hogy 2025-ben milyen események vannak, előre tudjanak kalkulálni azzal, hogy mikor mi fog történni. Hány civil szervezet működik jelenleg Kisteleken? Erre nagyon büszkék vagyunk, mert kiderült, hogy ez egy nagyon jó szám, körülbelül Kisteleken 25-30 civil szervezet működik. Miért fontos az, hogy ezek a civil szervezetek itt Kisteleken működjenek? Szerintem nagyon fontos, hogy működjenek és hogy jól működjenek, mert különböző civil szervezet különböző helyen van jelen, és ott helytáll, és a szívüket beleadják, amit csinálnak, sokszor önkéntes alapon, és ezt az embereknek átadják. Be tudjuk őket vonni különböző rendezvényeken, programokban, ahol megismertethetik az emberekkel azt, amit ők csinálnak, és ki tudja, ezáltal kedvet kapnak különböző személyek arra, hogy ők is felvegyék ezt a foglalkozást. Hogyan kapcsolódik a civil szervezetek munkája itt a városi élethez? Nagyon kapcsolódik, mert hogyha van egy rendezvényünk, amit az önkormányzat szervez például, akkor a civileket be tudjuk vonni ebbe. Ők például előadást adnak a gyerekeknek, kalácsot sütnek, azzal megkínálják. Amit csinálnak, amivel foglalkoznak, azt be tudjuk vonni oda, amilyen rendezvényt éppen csinálunk. Hogyan lehet csatlakozni különböző szervezetekhez? Én úgy gondolom, hogy úgy lehet csatlakozni, hogyha a civil szervezetek vezetőit megkeresik az emberek, és akkor általuk tudnak becsatlakozni. Miért is fontos az, hogy az önkormányzat segítse ezeket a szervezeteket? Szerintem azért nagyon fontos, hogy legyen egy olyan ember, akitől tudnak kérdezni, mert sokszor sok szervezetnek a munkája ott akad el, hogy nem tudják, hogy hova kell menni, hol kell termet bérelni, hol lehet hirdetni, hol tudnak segítséget kérni. És hogyha van egy olyan ember, akit tudják, hogy megkereshetnek segítséget, kérhetnek tőle, lehet kérni segítséget, kérem, hogy kérjenek segítséget, akkor ha elakad egy picit a munkájuk, hát ha tudok rajta segíteni, hogy ez átessen azon az akadályon és tovább menjen. Civil szervezetek meghatározó módon kapcsolódnak a városi élethez. Miért fontos, hogy ezek a civil szervezetek itt működjenek Kisteleken? Ez olyan, mint otthon a gyerekek, akik a családnak a részei. Vélemény szerint egy településen a civil szervezetek az a külső impulzus, ami kapcsán képviselnek egy jóval nagyobb réteget, egy-egy családot, egy-egy kisebb családot, és gyakorlatilag úgy tudunk egy közösség lenni, hogy a sokféle kisebb család az alkot egy nagy egészet. Szerintem szükség volt rájuk, szükség van most is. Hogyan tudja az önkormányzat segíteni ezeknek a szervezeteknek a működését? Nyilván az ő családjuk az ő családjuk. De minden évben valami pici támogatással, a fenntartásuk érdekében, helyjel, egyfajta, bocsánat, a mindennapi létüket biztosító lehetőségekkel megpróbálunk segíteni, meg megpróbálunk egyeztetni, mint ma is, hogy egyébként kinek minélyen baja van, mi meg egyébként mivel tudunk segíteni, meg mi a jövőkép, amivel együtt tudunk dolgozni. Mai napon egy civil fórumnak ad otthont az önkormányzat. Miért fontos, hogy ez létrejöjjön? Nyilván, hogyha az első lenne, akkor azt mondom, hú, föltaláltunk valamit. Ez a többedik, hogy fórumnak vagy egyeztetésnek hívjuk, pici különbség. Mégis én azt szeretném, ha a civileknek lenne egy önálló helyük, hogy ezt civilháznak hívjuk, vagy egy házikónak, majdnem mindegy.
Azt szeretném, hogyha a kisebbek is nagyobbak rendelkeznének, hogy szekrénynek hívjuk-e, vagy raktárnak, és egy olyan közös térnek, ami egyébként egy civil naptár után tudom, hogy nekem ott helyem van, és nem kell egyébként kuncsorognom, kéregetni, hogy ide bejuthassak-e, és legyen egy citerás találkozó, ahol gyakorolnunk kellene, vagy a kórusnak, vagy egyébként a nagyobbaknak, hogyan bővülhet ki az udvar felé, és erről szeretném a véleményüket megkérném, azt, hogy néha bekéreckednek ide, néha bekéreckednek oda. Ez nem mentesíti azt, hogyha van egy olyan kulturális rendezvény, például a nyugdíjas klubnak, egy olyan, amikor egyébként vannak 100-an, 150-en, meghívnak másokat. Nyilván van egy közösségi házunk, de a sok apró történést az kiválthatná szerintem, például a Könyvtár udvarában lévő volt ifjúságnak, kiháznak épült épületünk, ami azért mégiscsak elég nagy ahhoz, hogy lehessen többféle rendezvényt csinálni, viszont szerintem sok apróbb történetre is elégséges. Úgyhogy például erről szeretnék beszélni. Közeledik, akármennyire nem hisszük, szeptember vége elmúlt, itt vagyunk októberben, itt az év vége. Jön a tél, jönnek egyébként, durvá hangzik, karácsony, advent, föl se ócsodunk egyébként, és hirtelen vége az évnek, és egy csomó minden olyan lehetőséget akarunk, ahol a civilekre is támaszkodunk, meg nekik is fontosak vagyunk talán mi. Látom azt, hogy sokan vagytok olyanok, akiknek jó lenne egy olyan fix odú, ahol van egy zárható szekrényem, van egyébként egy olyan időpont, amit én magamnak ott beírattam, és oda egyébként ingyen is bérmentve bemehetek. Hogy ez most éppen egy elnökségi ülés, vagy éppen egy kisebb csoportülés, vagy éppen egy edzés, vagy éppen egyébként egy citerásoknak egy gyakorló tréning hétköznapja. Jó lenne, hogyha ez lehetne. Nincs most jobb ötletem. Nem tudjuk azt kitalálni, hogy ez egy 400 fős rendezvényterem legyen. Nyilván ez nem mentesíti azt, hogy továbbra is szükségünk van a közösségi házra, meg stb. De szeretném, ha együtt majd megnéznénk bármikor azt az ifjúsági háznak kitalált könyvtárudvarban lévő házikót, ami nem jött be. Azt hittük, az majd ifjúsági ház lesz, próbálkoztunk vele, azt tudtuk elérni egyedül, hogy néha ott egy jó születésnapi bulit egyébként lehessen rendezni. Október 4-én az Árpád Fejedelem Gimnázium és Technikumban gólyavató ünnep keretében avatták fel a 9-es diákokat. A játékos délelőtti programon ügyességi feladatok, jókedv és eskütétel várta az ifjúságot. Az Árpád Fejedelem Gimnázium gólya hetének utolsó programján vagyunk. Miről fog szólni a mai délelőtt? Igen, ez lesz talán a legizgalmasabb rész. A 9-eseknek a konkrét felavatási ceremóniájára kerül sor, ami több részből áll. Lesz egy kis bemutatkozó műsor, amit ők készítettek a héten. Ez meglepetés, nem tudjuk énekelni, táncolni, szavalni, vagy bármit fognak. Ugye lehetőségük van, hogy bemutassák az osztályt. Mert lesz néhány vicces ügyességi feladat, amit a 12-esek állítottak össze nekik, hiszen ugye hagyomány szerint a végzősök avatják fel az újoncokat, a kezdőket, és utána, mint egy az egész hét lezárás és eredmény hirdetése, után pedig gólyáskőre kerül sor, ami szintén egy ilyen vicces szöveg, amit el kell mondaniuk, és akkor utána kapnak egy oklevelet, és tulajdonképpen ezzel egy ilyen egy hónapos folyamat zárul le, amivel ők a beilleszkedtek az AFG-be, és azt gondolom, hogy sok mindent megtapasztaltak abból, hogy milyen itt a középiskolás élet, hiszen a hét során voltunk egy egész napos és egész iskolás kiránduláson Budapesten. Ugye ez az Árpád nap, ami hagyományosan egy ilyen diák önkormányzat által szervezett nap, általában az a program van, amit ők szeretnének. Hagyományosan Budapestre szeretnének menni, és ott minden osztály eldönti, hogy milyen programot választ magának.
most az időjárás nem volt annyira kegyes hozzánk, de ettől független azt gondolom, hogy jól sikerültek a programok, úgyhogy ez is beékelődött a Gólya hétbe, de minden nap voltak beöltözős feladatok. Ezeket nyilván azok csinálták, akiknek volt hozzá kedvük és energiájuk, hogy jelmezt válogassanak össze. Voltak mindig olyan diákok, akik bevállalósak voltak, és ezt megtették, úgyhogy ez is egy üde színfoltja volt a hétnek. Elmondhatjuk, hogy a Gólyák a délelőtt folyamán már az Árpád-fejlődő gimnázium tanulói lesznek. Igen, hivatalosan már ugye beiratkozás óta azok, de az iskola hagyományai szerint igen, megértek arra, hogy akkor a teljes jogú tanulói lehessenek a középiskolának. Hogyan tudja a gimnázium segíteni őket a beilleszkedésben? Hát igyekszünk, ugye a Gólyatáborral kezdődött ez az ismerkedési folyamat, ahol egymással, tanáraikkal, osztályfőnökeikkel tölthettek egy napot, ugye az volt az első állomás. Utána azért tudjuk, hogy nagyon nehéz az átállás az általános iskola után, azért ők is több helyről jöttek, tehát össze kell szokniuk, úgyhogy ezért van mindig az, hogy össze van ez az Árpád nap is, illetőleg én azt gondolom, hogy a legfőbb segítőik a felsőbb évesek, akik mindenben beavatják őket, meg nyilván osztályfőnökeikre, tanáraikra is számíthatnak ebben. Szeptember 30-án mese délutánnak adott otthont városunk művelődési központja. A Magyar Népmese napján Baranyi Ildikó, Bergende Ucia mesemondója népmesékkel szórakoztatta a közönséget, míg Zombori Györgyi Tekerül Anton adta meg a zenei aláfestést. A népmese napját ünnepeljük a mai napon. Kisteleken mivel készült? Hát most Kistereken ez már a negyedik alkalmam a mai nap során, egy kis turnén vagyok túl, kezdtem Dócban a mesélést, aztán folytattam Kiskumajsán, majd Harkakötönybe, és most jöttem ide Kistelekre. Eddig a gyerekeknek meséltem, iskolákban, óvodában, most pedig a felnőtteknek szólnak a mesék. Miről fog szólni ez a délután? Ez a délután arról szól, hogy megmutassuk, hogy a felnőtteknek is épp úgy jó a mese. Elkezdjük egészen Ádámtól és Évától, és a végén lehet, hogy egy kis pajzánságba is belecsapunk. Ez a közönségtől függ.
Milyen jelentősége van napjainknak a magyar népmeséknek, illetve a meséknek? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb jelentősége van a meséknek. Járva-kelve az országban, és egyre többeknek mesélve látom, hogy milyen hatást lehet kiváltani a népmesékkel. És nem írott mesékről mesélek, hanem az igazi népmesékről, azok az eredeti gyűjtött népmesékről. Fantasztikus érték van benne, hitat épít ember és ember között. Tehát én azt gondolom, a népmeséknek manapság a legnagyobb szerepe az, hogy a kapcsolatot erősítsek az emberek között, és nem mellesleg persze érezzük jól magunkat, de sose felejtsük el, hogy a népmesékben ott vannak azok az alapvető értékek, amik az emberség alapvető értékei, és azt gondolom, hogyha valaki meghallgat egy népmesét, abból tapasztalás útján megtanulja, hogy hogy is lehetne, és hogy is kellene élni. A felnőttek körében mennyire népszerű a népmese? Én azt gondolom, hál' Istennek egyre népszerűbb. Nagyon sok szervezetnek vagyok tagja és együttműködő részese. Éppen pénteken voltunk Debrecenben a népmese konferencián, és egyre többször csináljuk azt, hogy a szakmai programok után kinyitjuk az ajtókat, és felnőtteket csábítunk be a mesevilágába, és általában vagy zenével, vagy tánccal, vagy zenével és tánccal kötjük össze ezeket a mesekocsmákat, mert így hívjuk őket, hogy mesekocsma, ahol persze lehet itókázni, és de nem ez a lényeg. Pont a kocsma szóval jelezzük azt, hogy inkább ez felnőtteknek szóló műfaj lenne, de ott sem csak a pajzáról van szó, mint ahogy az előbb is említettem. Attól függ, hogy éppen milyen a hangulata a közönségnek, vagy éppen a mesemondónak, mert általában a mesemondó azt szerint válogatja a meséit, amiket elmesél, amilyen hangulata van, vagy amilyen hatás, vagy benyomás éri, és még a meséit is tudja úgy kanyarítani, hogy ez egy kicsit mindig más. Tehát kétszer sem mondjuk el ugyanúgy azt a mesét. Mai napon nem csak mese, hanem zene is lesz. Mi lesz itt a csarnokban? Itt Zombori Györgyit tudtam magam elé csábítani mesedalnoknak, és ő tekerőlantól játszik, úgyhogy a mesék között egy kicsit lazításképpen is zenebetéteket fogunk használni, és a végén, ha jól ismerem a Györgyit, akkor valószínűleg meg is fogja daloltatni a közönséget. Nagy szeretettel köszöntöm Ildikóban, időközben úgy hallottam, nagyon jól bemutatkozott, több éves a kapcsolatunk, és fantasztikus, hogy mennyi mese van a fejedben, van ez a mese, vagy a szívedben, Ildikó, én nem is tudom, mind a kettőben, fantasztikusan mesél Ildikó. Igazából a népmesét szeretnénk egy kicsit visszahozni a köztudatba, és arra buzdítunk mindenkit, hogy meséljenek gyerekeknek, meséljenek egymásnak. Én tudom, hogy nem tud mindenki úgy mesélni, mint Ildikó. Én se tudok vezetni, hogy próbálkozom. Nem tudom, még itt az elején ilyen sósat, édeset vihetek-e arra? Jó, még gyorsan. Aztán... Tiszáról énekelt a Györgyi,
Akkor én is azzal kezdtem, nem tudom, hogy tudják-e, vagy tudjátok-e, hogy miért hívják a szögediek sárkának a sárkát. Mert nem azt mondják, hogy ne megyünk a Tiszára, hanem azt mondják, hogy ne megyünk a sárgára. Na hát én éppen nem mondom, hány éves múltam el, amikor egy meséből tudtam meg, hogy miért hívják sárkának a sárkát. De hát ezt megosztom egy mesébe magukkal, jó? Hú volt, hú nem volt. Az Óperenciás tengeren is túl, az üveghegyeken is túl, a Kásahegyeken is túl. Na, azt ki tudja, melyik ős Kásahegy? Na, gyerekek, tudjátok ki, mire való a Kásahegy? Megenni. Na, de miért? Mert a vándor útnak indul, hogy éhőhajon, azért kül a Kásahegy. Na, de még a Mágneshegyen is túl. Na, azt kitalálja ki, miért jó az a Mágneshegy? Nem. Szögedön igen sok van abból az asszony fajtából, aki söprűvel szokott röködni. Na, kik azok vajon? A boszorkányok. Na, azoknak milyen orruk van? Milyen? Fasorra van, azt a vas az hova ragad? Hát nem a Mágnesre? Na, a Mágneshegyen túl a boszorkáknak nincs birodalma. Hát azért kell a Mágneshegy a mesébe. Na, ők ahon ez a kis kurtafarkú malac túr, még azon is túl. Hát valamikor nagyon régen mesélte nekem Gyűl egy öreg. A Gyűlt azt tudják, hogy hívják más néven itt a környékön? Gyűl. Gyevinek is mondják. Ugye? Bizony. Gyűl mesélte nekem egy öreg ember ezt a mesét, ami még igen régen történt. Akkor, amikor a Jóisten épp hogy csak megteremtötte a hegyeket, a völgyeket, az erdőket, a mezőket, a folyókat, még a Tiszát is épp, hogy megteremtötte. Hát azt 7. napon megpihent. Lejött a nagy karosszékibe a teremtő kamrácskája előtt, és így nézte, hogy milyen gyönyörű világot teremtött. Szeretünk ebben élni mi is, ugye? Tetszett igen a jó Istennek, és csak úgy gondolta, hogy hát csak kéne ennek gazdát is teremteni. Na, ekkor gondolta ki a jó Isten, hogy megteremti az embert. Na, el is indult szépen a Tisza mentén, még ott a fönt a kanyargós részénél, hogy hozzávaló, ügyibe való agyagot találjon. Na, hát indult szépen, nézte az első torkolatnál, nézte az agyagot. Hát, ezt minek találta? Sárgának. Sárgább új olyan bőr lesz. Wow. Azt gondolta, ebből nem lesz jó ember, hát inkább ment tovább szépen. Jött így a léjjebb, ott fakónak találta a következő torkolatnál. Hát akkor haladt így a léjjebb, jól esett neki a járás, ilyen szép őszi idő volt, lehet pont, mint most. Következőnél, még színetem hagyottabbnak találta a fakónál is. A negyediknél meg kék előtte, az se lett volna jó agyag. Na, de mikor ide gyű alá ért, ott, ahol a maros szépen möglasultva belekalapolik a Tiszába, ismerik azt a helyet? És bizony Erdély legszebb kavicskáit görget, és aranyporát szállítja, és literíti a szömkeszti fövelyre. Na, ott megállt egy pillanatra, jó Isten. Léhajolt, fölvett egy maroknit abból a gyönyörű, csillogó agyagból, de pont csak egy emberöltőre valót, és elkezdte, hogy a gyerekek a Tisza parton, ahogy szoktatok homokozni, fölösleges vizet kicsorgatta belőle, azt formált egy szép forma embert. Na, olyan ti, mint maga. Álljunk, csak fölnézem, milyen szép volt. Na, legalább ilyen szép jóképűre teremtette a Jóisten az embert. Szépen megformázta, és mikor látta, hogy minden megvan, mondanám, hogy füle farka, ha csak fölöttek lennének, akkor kiterítette a szömközti fövelyre száradni. Na, de Lucifer, aki folyton ott settenködik a Jóisten lábanyomában, még a mai napig is, nagy eszű lévén tudta ám, hogy itt ember teremtődik, és ez neki is minden ilya fiának hosszú távú biztos megélhetést fog biztosítani. Na, gondolta ilyet, ő is tud ám, és talán nincs elködjén az emberrel, mint a Jóistennel. Fölkapott a fövenyről egy pótot, azt úgy odakarcolt ő is, hogy ilyen ember formát oda a fövenybe. Na, Jóisten, mikor látta, hogy ilyen szép piros-barnára sült ez az ember, Ádám, tudjuk, az volt az első ember, akkor csak ennyit mondott neki, hogy Ádám, kelj föl! És Ádám fölpattant. Na, ilyen egyszerűen megteremtette a Jóisten az embert. Köszönöm a közreműködést. Hát bizony, akkor a Lucifer is elkezdte szólongatni a maga porbai rottyát, és elkezdte nagyon mondani, hogy Ézsiás, Ézsiás, az más néven Illés. Kelj föl! Na, megmozdulta. Nem bizony. Még a füle bottyát sem mozdította. Akkor elkezdtem mondani,
és jás, kelj föl! Fölpattant? Még sem mozdult. Akkor az agyafult azért a jó, a sátán, azt elkezdte mondani, hogy és jás, kelj föl! Jaj, neked adom ezt az egész teremtett világot, ami már amúgy is az övé volt, mint tudjuk. Jaj, lőszteklőd, lovat, kocsit, jó nő! Na, jó nőre fölpattant. Jó nőre fölpattant? Nehogy pattant. Még a jó nőre se pattant föl. Azt hívta így, hívta úgy. Fenyögette, csalogatt, az nem mozdult. Hát annyit-annyit kínlódott ez a sátán, hogy a jó Isten már megsajnálta. Hát mégiscsak az ő angyala volt, még ha bukott is, hát csak segít rajta, gondolta. És azt mondta, hogy Ézsiás, kelj föl, és hajgáld meg jól azt, aki téged a porba írott. És erre hiszik, ha nem? Ézsiás fölpattant, a keze tele tüzes nyilakkal, és jól meghajgálta a sátán. Na azóta mondják ám győn, a győjek, az algyőjek, hogy na, csatázik már Illés a sátánnal, mikor dörög az ég, meg villámlik. Na most már tudják, hogy miért sárga a sárga, ugye tudják? De azt tudják, hogy Évácskát hogy teremtette a Jóisten, mert hát Ádámot már tudjuk, hogy hogy teremtette. Az is benne van, jól tudod, Kata, te tudsz valamit a mesékről? Na hát ott tartottunk, hogy megteremtette a Jóisten Ádámot, azt már megteremtődött, mert kéne egy Évocskánk is, ugye? Na hát úgy volt az annak idején, hogy a Jóisten mikor már látta, hogy mindent megteremtött és gyönyörködött benne, meg volt már Ádám is. Bár Ádámot ezt egy kicsit másképp is teremtette, ez egy másik verzió, de akkor tartsunk ott, hogy már meg volt Ádám. Hát a Jóisten arra kérte Ádámot, mert már úgy mondta, hogy a mennyország dolgait állandóan csak az angyalokkal, hogy állandóan csak Szent Péterrel tudta megmagyarázni, meg megbeszélni, már olyan unalmas, hogy mindent kibeszélt benne. Hát gondolta, megteremtette már Ádámot, hogy legyen egy másik beszélgető társa is. Na úgyis volt. A teremtő kamrácskája előtt ülve minden hétön várta Ádámot, és Ádám jött a paradicsom kertből, leült a Jóistennel, és beszélgettek, megbeszélték az összes dolgát a paradicsomnak, megbeszélték az összes dolgát a mennyországnak. Azt ez egy nagyon jó is volt mindenkinek. Beszélgettek hétről hétre. Na egyik hétön történt, hogy a Jóisten megint kijött a teremtő kamrácskája elé, azt várta, hogy jön Ádám. De Ádám nem gyűjt. Várta. Hát Ádám csak nem gyűjt. Hát már egy kukucskát, de a paradicsom kertbe a Jóisten egyszer csak látja, hogy jön Ádám. Na de hogy? Lóg az orra. Hát szinte szántja a földet. Hát olyan milyen szántott, hogy már tudom, hogy a tisza is elfért volna benne. Hát az olyan szomorú pofával lát a Jóisten elé. Kérdés tőle a Jóisten, hogy drága kis gyereköcském, hát mi bajod van neked? Miért lógatod így az orradat? Mi bajod van? Semmi. Ennyi, Ádám. Hát én vagyok a te uram teremtőd. Hát igazán megmondhatod, hogy mi bajod van? Jó volna egy asszony. Asszony? Ekkorára elkürekedett a Jóistennek a szeme. Asszony kéne? Hát ha asszony kéne, legyen asszony, gondolta. Fogta magát, de ment a kis teremtő kamrácskájába. Azt mondjuk meg úgy, ahogy volt úgy igazán, ami maradt, ugye maradékból. Elkezdte összegyűrni Évácskát. Jaj, volt ott egy nagy csomó a páva szépségében, abból egy jó nagy darabot vett hozzá. Jaj, volt egy picike az őszike szelítségében, abból csak egy picit tudott belerakni. De volt benne a rókaravasságában, abból is egy nagyot marított. Jaj, a madarak csirikolásában, abból egy jó nagy darabot tudott hasítani. Hát volt még ott a tigrisnek a vacsága, abból is én nem keveset vett oda hozzá. Ezt összegyúrta az egészet Évácskának. Ádámot közben úgy elfújt, hogy egy kicsit aludjon, s úgy eldőlt Ádám, mint a tuskó. Azt kivett egy darabot az oldalbordájából, azt beletötte Évácskába. Azt már én vitte volna oda Ádámnak, amikor eszébe jutott még ott fent volt egy kis katuja. Hát mondjuk meg őszintén, abban a tyúk esze volt, hát azt sem hagyhatta ki. Hát azt is csak beletötte már egy kicsikét. Na, azt ezt mind összegyúrta, azt gyönyörűségesen szép Évácskát formált, azt odaültette Ádámmal szömbbe. És akkor ráfújt először Ádámra, aztán ráfújt Évára, azok mind a ketten életre keltek, aztán meglátták egymást, jaj, Évácska így az őzike szömeivel pillogtatott Ádámra,
Ádámnak meg az Ádám csutikája elkezdett járni föl alá, azóta van Ádám csutikája, az férfiaknak mióta meglátták először, éve csak hogy tudják. Azóta járt, azok egymásra néztek, azok úgy egymásba feledkeztek, még a szívecskéjük is egyszerre dobban. Azok úgy elmentek onnan a Jóisten teremtő kamrácskája elő, hogy még köszönni is elfelejtettek a Jóistennek. Kézzel fogták egymást, azt elmentek. Jaj, nagyon boldogok voltak. Hetekig a Jóisten nem is látta Ádámot sem. Meg Évát, hogy mit csináltak, azt nem tudom, azt a maguk fantáziájára bízom, hanem egyszer csak látjám a Jóisten, a Gyüni Ádám. Hajánál fogva húzza Évát, mondja a Jóisten. Jóisten! Vödd vissza, nekem nem köl, nem köl ez a nő. Vödd vissza, nem köl. Kérdezi a Jóisten az Ádámot, hát miért nem köl? Hát te akartad, itt kunyaráltál, hogy ödjön már végre nő. Hát miért nem köl? Nem köl, Jóistenem, nem köl. Hát ez röke kinyitja a szemét, aztán együtt kinyitja a száját. És addig be se csukja, amíg be nem csukja a szemét, addig a szája is egyfolytában jár. Nem köl, Jóisten, vödd vissza. Hát, ha vissza kell venni, visszaveszem, mondta. Viszont Ádám, túl Jóisten az Évát. Jaj, Ádám, olyan boldogan ment vissza a paradicsomkertbe, hogy még fütyörészett is hazafele, hogy végre megszabadult Évától. Na hát, nem tett bele két hét. Megint jön Ádám, bővette az álságos pofáját, azt mondja a Jóistennek, hogy a Jóisten, mégiscsak ad vissza inkább Évát. Úgy hiányzik a kedvesség, a simogatás, azok a szép pillogtat őszike szemei. Add vissza, Jóisten, a Évát. Na jó, van. Visszaadta Évát, Jóisten, az Ádámnak. Jaj, ezek olyan boldogan mentek el megint. Egy hétig. Egy hét után már a vállára vetette Ádám Évát, és hozta vissza a Jóistennek, mondja megint. Nem köl, Jóisten, nem köl. Vödd vissza, nem köl. Nekem nem köl ez a nő. Hát mi a baj, Ádám? Hát mi bajod van? Hát ez állandóan csak azt mondja, hogy Ádám azt csinált, Ádám azt csinált. Ádám ide szaladj, Ádám oda szaladj. Hát ennek a nincs egy perc nyugtam, ettől az azt mondja, hogy vödd vissza, Jóisten, nem köl. Hát a Jóisten fogta, és visszavette Ádám túl Éve. Hát így is volt, nem telt bele, három nap. Már három nap után megint jön vissza az Ádám, az álságos pofájával. Hát Jóisten, mégiscsak ad vissza. Úgy hiányzik a melegsége, a kedvessége, a mosolya, add vissza, Jóisten, nekem Évát, add vissza. Na, azt mondta a Jóisten Ádámnak, na, édes Ádám, én visszaadom neked Évát, álljatok egymással szembe, s figyeljetek rám, mert én mondok valamit. Ádám, te tűr Évának. Éva, tűr Ádámnak. Mert én így teremtettem ezt a teremtett világot, és ez így kerek. Hogy aztán, hogyha hazamöntök, hogy melyik ötök viseli a papucsot, vagy melyik a kalapot, azt döntsétek el magatok. De most már nekem így már többet vissza nem adom, vissza nem veszem, most már így kell, hogy éljetek. Hát azóta van így, hogy a férfinak kell tűrni a nőnek. Ide. És a nőnek kell tűrni a férfinak. És hogy aztán, hogyha hazamöntök, azt becsukják magukra az ajtót. Hogy ki viseli a papucsot, és ki a kalapot. Hát azt biztos már maguk jobban tudják, úgyhogy mondják, hogy maguk. Mert ez biztos így volt, mese volt, minden szavam igaz volt. Ehhez a meséhez kapcsolódik a következő ének, most közben átgondoltam. Na ugye, ez így szokott. És mint jól tudjuk, és hát az a juhászoknak igen fontos ünnep volt, mert annak idején, nem tudom, hogy ti gyerekek tudják-e,
vagy tudjátok-e, Szent Györgykör, április végén hajtották ki a legelőre az állatokat, a juhokat, a marhákat, és aztán, amikor megjött Szent Mihály napja, szeptember 29-e az tegnap volt, akkor viszont behajtották, azt számot vetettek, hogy mennyit gyarapodott a jószág az alatt az idő alatt. Na hát én úgy gondoltam, hogy akkor most egy juhászos mesét mondok, mert gondolkoztam, hogy életvízzel legyen vagy juhászos, de sok a gyermek, most akkor mondom a juhászosat. Jöhet? Jöhet a juhászos mese? Na, hol volt, hol nem volt? Az operenciás tengeren is túl. A világ kellős közepében nőtt egy óriási nagy fa. És annak a fának volt 77 ága. Annak mind a 77 ágán volt egy ringyes-rongyos szoknya. És annak a minden egyik ringyes rongyának a korcába volt egy csorda volna. Na, aki a mesémet meg nem hallgatja, az csípje meg a bolha, az az összes. És legyen annak a csorda bolhának a gazdája. Na, hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy juhászlegény. De ez a juhászlegény, ez olyan szegény volt, hogy annak bizony nem volt semmi mása, csak egy pulikutyája. De annak még a sárga virág is kivirágzott a háza tetején, olyan szegény volt. Hát nem tudott más csinálni, mint a számadó juhásznak őrizte anyáját a kutyájával. A számadó juhász az igen gazdag volt, itt nem messze tőlünk volt a pusztabíró háza, legalább akkora. Hatalmas területön 666 birka volt anyájába. És azt a 666 birkát, azt mint ez az egy juhász megőrizte a puli kutyájával. Na, egyik dröggel ki is ment a juhász a puli kutyájával, kivitte azt a hatalmas nyájat, rábízta a puli kutyájára, hogy na bébé kerítsen, én meg szépen leült, volt egy nagy pásztorbotja. Ki látott már pásztorbotot? Láttatok pásztorbotot? Azt milyen az a pásztor? Görbe, ugye? Na, mire való az a görbe? Bizonyára megakasztotta a birkákat a láb. Akkor elkezdtem mondani. Ézsiás, kelj föl! Fölpattant? Meg sem mozdult. Akkor az agyafult azért a sátán, azt elkezdtem mondani, hogy Ézsiás, kelj föl! Jaj, neked adom ezt az egész teremtött világot, ami már amúgy is az övé volt, mint tudjuk. Jaj, lősz neked lovat, kocsit, jó nő! Na, jó nőre fölpattant. Jó nőre fölpattant? Nehogy pattant, még a jó nőre se pattant föl. Az hívta így, hívta úgy, fenyögette, csalogatt, az nem mozdult. Hát annyit kínlódott ez a sátán, hogy a jó Isten már megsajnálta. Hát mégiscsak az ő angyala volt, még ha bukott is, hát csak segít rajta, gondolta. És azt mondta, hogy Ézsiás, kelj föl, és hajgáld meg jól azt, aki téged a porba írott. És erre hiszik, ha nem? Ézsiás fölpattant, a keze tele tüzes nyilakkal, és jól meghajgálta a sátán. Na azóta mondják ám győn, a győjek, az algyőjek, hogy na, csatázik már illés a sátánnal, mikor dörög az ég, meg villámlik. Na most már tudják, hogy miért sárga a sárga, ugye tudják? De azt tudják, hogy Évácskát hogy teremtette a Jóisten, mert hát Ádámot már tudjuk, hogy hogy teremtette. Az is benne van, jól tudod, Kata, te tudsz valamit a mesékről? Na hát ott tartottunk, hogy megteremtette a Jóisten Ádámot, azt már megteremtődött, mert kéne egy Évocskánk is, ugye? Na hát úgy volt az annak idején, hogy a Jóisten mikor már látta, hogy mindent megteremtött és gyönyörködött benne, meg volt már Ádám is. Bár Ádámot ezt egy kicsit másképp is teremtette, ez egy másik verzió, de akkor tartsunk ott, hogy már meg volt Ádám. Hát a Jóisten arra kérte Ádámot, mert már úgy mondta, hogy a mennyország dolgait állandóan csak az angyalokkal, hogy állandóan csak Szent Pétőrrel tudta megmagyarázni, meg megbeszélni, már olyan unalmas, hogy mindent kibeszélte. Hát gondolta, megteremtette már Ádámot, hogy legyen egy másik beszélgető társa is. Na úgyis volt. A teremtő kamrácskája előtt ülve minden héten várta Ádámot, és Ádám jött a paradicsomkertből, leült a Jóistennel, és beszélgettek, megbeszélték az összes dolgát a paradicsomnak, megbeszélték az összes dolgát a mennyországnak. Azt ez egy nagyon jó is volt mindenkinek. Beszélgettek hétről hétre. Na egyik héten történt, hogy a Jóisten megint kijött a teremtő kamrácskája elé, azt várta, hogy jön Ádám. De Ádám nem gyűjt. Várta. Hát Ádám csak nem gyűjt. Hát már egy kukucskát, de a paradicsom kedve a Jóisten egyszer csak látja, hogy jön Ádám. Na de hogy? Lóg az orra. Hát szinte szántja a földet. Hát olyan mélyen szántott, hogy már tudom, hogy a tisze is elfért volna benne.
Hát az olyan szomorú pofával lát a Jóisten elé, kérdéstől a Jóisten, hogy drága kis gyereköcském, hát mi bajod van neked? Miért lógatod így az orrodat? Mi bajod van? Semmi. Ennyi, Ádám, hát én vagyok a te uram teremtőd, hát igazán megmondhatod, hogy mi bajod van? Jó volna egy asszony. Asszony? Ekkorára elkürekedett a Jóistennek a szeme. Asszony kéne? Hát, ha asszony kéne, legyen asszony, gondolta. Fogta magát, de ment a kis teremtő kamrácskájába. Azt mondjuk meg úgy, ahogy volt úgy igazán. Ami maradt, ugye maradékból. Elkezdte összegyűrni Évácskát. Jaj, volt ott egy nagy csomó a páva szépségében, abból egy jó nagy darabot vett hozzá. Jaj, volt egy icike-picike az icike szelítségében, abból csak egy picit tudott belerakni. De volt benne a rókaravasságában, abból is egy nagyot marított. Jaj, a madarak csirikolásában, abból egy jó nagy darabot tudott hasítani. Hát volt még ott a tigrisnek a vacsága, abból is egy nem keveset vett oda hozzá. Ezt összegyúrta az egészet Évácskának. Ádám ott közben úgy elfújt, hogy egy kicsit aludjon, s úgy eldőlt Ádám, mint a tuskó. Azt kivett egy darabot az oldalbordájából, azt beletötte Évácskába. Azt már építette volna oda Ádámnak, amikor, ó, eszébe jutott, még ott fönt volt egy kis katuja. Hát mondjuk még őszintén, abban a tyúk esze volt, hát azt sem hagyhatta ki, hát azt is csak beletötte már egy kicsikét. Na, azt ezt mind összegyúrta, azt gyönyörűségesen szép Évácskát formált, azt odaültette Ádámmal szömbbe. És akkor ráfújt először Ádámra, aztán ráfújt Évára, azok mind a ketten életre keltek, aztán, hogy meglátták egymást, jaj, Évácska így az őzike szömeivel pillogtatott Ádámra. Ádámnak meg az Ádám csutikája elkezdett járni föl alá, azóta van Ádám csutikája az férfiaknak, mióta meglátták először Évát, csak hogy tudják. Azóta járt, azok egymásra néztek, azok úgy egymásba feledkeztek, még a szívecskéjük is egyszerre dobban, azok úgy elmentek onnan a Jóisten teremtő kamrácskája erről, hogy még köszönéssel felejtettek a Jóistennek. Kézzel fogták egymást, azt elmentek, jaj, nagyon boldogok voltak. Hetekig a Jóisten nem is látta Ádámot sem. Meg Évácska, hogy mit csináltak, azt nem tudom, azt a maguk fantáziájára bízom, hanem egyszer csak látjám a Jóisten, hogy jönni Ádám, hajánál fogva húzza Évács, mondja a Jóistennek. Jóisten, vödd vissza, nekem nem köl ez a nő, vödd vissza, nem köl. Kérdezi a Jóisten az Ádámot, hát miért nem köl, hát te akartad, itt kunyaráltál, hogy ugye már végre nő, hát miért nem köl? Nem köl, Jóistenem, nem köl, hát ez... Röke kinyitja a szemét, aztán együtt kinyitja a száját, és addig be se csukja, amíg be nem csukja a szemét, addig a szája is egyfolytában jár. Nem kő, jó Isten, vödd vissza! Hát, ha vissza kell venni, visszaveszem, mondta, és visszavette Ádám, túl jó Isten az Évát. Jaj, Ádám, olyan boldogan ment vissza a paradicsomkertbe, hogy még fütyörészett is hazafele, hogy végre megszabadult Évától. Na hát, nem tett bele két hét. Megint jön Ádám, bővette az álságos pofáját, azt mondja a Jóistennek, hogy a Jóisten, mégiscsak add vissza inkább, Éva. Úgy hiányzik a kedvesség, a simogatás, azok a szép pillogtat őszik eszemegy, add vissza Jóisten, Éva. Na jó van, visszaadta Évát Jóisten az Ádámnak. Jaj, azok olyan boldogan mentek el megint. Egy hétig. Egy hét után, már a vállára vetette Ádám Évát, és hozta vissza a Jóistennek, mondja mögint, hogy nem köl, Jóisten, nem köl, vödd vissza, nem köl, nekem nem köl ez a nő. Hát mi a baj, Ádám? Hát mi bajod van? Hát ez állandóan csak azt mondja, hogy Ádám azt csinált, Ádám azt csinált, Ádám ide szaladj, Ádám oda szaladj. Hát én nekem nincs egy perc nyugtam, ettől az azt mondja, hogy vödd vissza, Jóisten, nem köl. Hát a Jóisten fogta, és visszavette Ádám túl Évát. Hát így is volt, nem kellett bele. Három nap. Már három nap után megint jön vissza az Ádám. Az álságos pofájával. Hát jó Isten, mégiscsak add vissza. Úgy hiányzik a melegsége, a kedvessége, a mosolya. Add vissza, jó Isten, nekem Évát, add vissza. Na, azt mondta a jó Isten Ádámnak. Na, édes Ádám, én visszaadom neked Évát. Álljatok egymással szembe, s figyeljetek rám, mert én mondok valamit. Ádám, te tűr Évának. Éva, tűr Ádámnak. Mert én így teremtettem ezt a teremtött világot, és ez így kerek.
hogy aztán, hogyha hazamentök, hogy melyik ötök viseli a papucsot, vagy melyik a kalapot, azt döntsétek el magatok. De most már nekem így, már többet vissza nem adom, vissza nem veszem, most már így kell, hogy éljetek. Hát azóta van így, hogy a férfinak kell tűrni a nőnek. Ide. És a nőnek kell tűrni a férfinak. És hogy aztán, hogyha hazamentök, azt becsukják magukra az ajtót. Hogy ki viseli a papucsot, és ki a kalapot. Hát azt biztos már maguk jobban tudják, úgyhogy mondják, hogy maguk. Mert ez biztos így volt, mese volt, minden szavam igaz volt. Ehhez a meséhez kapcsolódik a következő ének, most közbe átgondoltam. Na ugye, ez így szokott. És mint jól tudjuk, és hát az a juhászoknak igen fontos ünnep volt, mert annak idején nem tudom, hogy ti gyerekek tudják-e, vagy tudjátok-e, Szent Györgykör április végén hajtották ki a legelőre az állatokat, a juhokat, a marhákat, és aztán, amikor eljött Szent Mihály napja, szeptember 29-e az tegnap volt, akkor viszont behajtották, azt számot vetettek, hogy mennyit gyarapodott a jószág az alatt az idő alatt. Na hát én úgy gondoltam, hogy akkor most egy juhászos mesét mondok, meg gondolkoztam, hogy életvizelegyön vagy juhászos, de sok a gyermek, most akkor mondom a juhászosat. Jöhet? Jöhet a juhászos mese? Na, hun volt, hun nem volt. Az operenciás tengeren is túl. A világ kellős közepében nőtt egy óriási nagy fa. És annak a fának volt 77 ága. Annak mind a 77 ágán volt egy ringyes-rongyos szoknya. És annak a minden egyik ringyes rongyának a korcába volt egy csorda volha. Na, aki a mesémet meg nem hallgatja, az csípje meg a volha, az az összes. És legyen annak a csorda volhának a gazdája. Na, hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy juhászlegény. De ez a juhászlegény, ez olyan szegény volt, hogy annak bizony nem volt semmi másra, csak egy kulikutyája. De annak még a sárga virág is kivirágzott a háza tetején, olyan szegény volt. Hát nem tudott más csinálni, mint a számadó juhásznak őrizte anyáját a kutyájával. A számadó juhász az igen gazdag volt, itt nem messze tőlünk volt a pusztabíró háza, legalább akkora. Hatalmas területön 666 birka volt anyájába. És azt a 666 birkát, azt mindez az egy juhász megőrizte a puli kutyájával. Na, egyik dröggel ki is ment a juhász a puli kutyájával, kivitte azt a hatalmas nyájat, rábízta a puli kutyájára, hogy na bébé kerítsen. Én meg szépen leült, volt egy nagy pásztorbotja. Ki látott már pásztorbotot? Láttatok pásztorbotot? Most milyen az a pásztorbot? Görbe, ugye? Most mire való az a görbe? Bizonyára megakasztotta a birkákat a lábát, viszont magához húzta. Na ez is éppen rátámaszkodott a juhászbotjára. Most elgondolkozott azon, hogy milyen igazságtalan ez a világ. Vannak emberek, akik olyan gazdagok, hogy esetleg tudjanak, mit csináljanak a pénzzel. Vannak meg olyan szegények, mint amilyen ő maga, és hogy nincs egy garasa sem. És ahogy így gondolkodott a világ nagy dolgain, ez még akár ma is igaz lehetne, igaz? Hát gondolkozott, azt egyszer csak valamit hall. Segítség! Jaj, segítsen rajtam valaki! Nézd körül a juhász, nézd jobbra, nem látja csak a verát. Nézd balra, nem lát semmit. Hát honnan jön ez a hang? Hát, ahogy előre néz, látjám, hogy ott lángol egy fa, pont beleesett, hogy biztos élés eltalálta azt a fát a villámjával, az kigyulladt a fa. És
és onnan jön a kiabálás, hogy segítség, segítség, segítsen rajtam valaki. Na, fogja magát a juhásztegény, gyorsan nyakába akasztja a tarisznyáját, fogja a pásztorbottyát, szól a kutyájának még egyes nagy léptekkel, elindult a tűz az égő fa irányába. Mikor odaért, látjám, hogy az egyik ága közé egy kicsi kígyó beszorult, és azt siránkozik ott, hogy segítség, segítség, mentsen meg engem valaki. Na, akkor a juhásztegény fogja a juhászbottyát, oda tösz, egy kicsit kipiszkálja, hogy ki tudjon szabadulni ez a kis kígyocska, az meg rátekeredött a botjára, és kivette a tűzből. Még rátötte, még lejöntötte egy kicsit vízzel, és hogy lehűtse a bőrét, és akkor, hiszitek, ha nem, emberi hangon megszólalt a kígyó, a kicsi kígyocska. Juhászlegény, jó tett helyébe jót vár, amire engem megmentöttél, úgy tud meg, hogy én vagyok a kígyó király legkisebbik fia. Gyere el velem az édesapám palotájába. Édesapám gazdagon meg fog téged jutalmazni. És már indult a kicsi kígyócska. Indult utána a juhászlegény is. Fogta a kalapját, és indult utána. De mentek egészen az erdő kellős közepébe. Annak a közepébe volt egy nagy kő. Akkora volt legalább, mint amekkora körbe itt ülünk. És az a láb beslisztalt a kicsi kígyócska. Ott egy kicsi lukon. Na, a juhászlegény az okos is volt ám. Fogta a juhászbottyát. Erős is volt, kifordította a követ a botjával, és hiszitek, ha nem a kő alatt, egy lépcső vezetett le az alvilágba. Na ott szerintetek milyen volt az alvilágban? Sötét volt-e, vagy világos? Milyen? Sötét. 100 ágra sütött a nap, legalább. És olyan gyönyörű zöld mező volt, ekkora harsogó, fű, de nem ám zölden. Aranyból, ezüstből, gyémántvirágokkal volt tele. Gyönyörű virágzó fákon csak úgy csillogtak a gyémánt gyümölcsök. És ahogy mentek tovább egyenesen, meglátták a kígyó király palotáját. A kígyó király palotája hatalmas kristálypalota volt. Csak úgy csillogott, villogott. Igen ám, csak az ajtajánál két hatalmas kígyó áltört. És amikor meglátták, hogy jön egy juhásztegény, elkezdtek hangosan sziszögni. Hogy sziszögnek a kígyók? De akkor a kicsi kígyócska oda tekerdött, és a fülükbe belesúgott valamit. Nyibáncsátok ezt a legényt, és ekkor a két hatalmas kígyó fogta magát, és félreállt az útból, és mentek tovább egyenesen a kígyó király palotájába. Hatalmas termekön köröztől mentek. És a legnagyobb teremnek a kellős közepébe volt egy hatalmas gyémántrónus, és azon ült a kígyó király. De ez olyan hatalmas kígyó volt ez a kígyó király, ilyen vastag volt legalább, és az egész termet be tudta volna tekergőzni, ha akarta volna. Akkora volt. Ott ült a trónusán, szemei gyójózott, és figyelt, hogy ki az az idegen, aki belép ide. Na de akkor a kicsi kígyócska megint oda ment hozzá, sukott valamit a fülibe, és akkor megszólalt a kígyó király. Ezért egy kicsit megremegött a lába, egy kicsit így citerázott a lába a legénynek, mikor meglátta ezt a kígyót, ti féltetek volna? Én biztos, mert én nagyon félek a kígyóktól. Csoda, hogy ezt a mesét el tudom mesélni. Képzeljtök el, de akkor oda szólt neki a kígyó király. Na gyere csak közelebb, legény, mert hallom, megmentötted a fiam életét. Oda is ment hozzá kicsit közelebb a legény, és akkor megszólalt a király. Azért, mert megmentötted a fiamat, megjutalmazlak téged. Választhatsz. Kérsz egy szekér aranyat, vagy megtanítom neked az állatok beszédét. Hú, nagyot gondolkozott a legény megint, rátámaszkodott a botjára, ez nagyon fogas kérdés. De gondolkozott, hogy hát végül is a lotón is nyerhetett, tehát nem muszáj nekem a nagy szekér arany. Na de az állatok beszéd, ha megtanulom, az senki más nem tudja rajtam kívül, lehet, hogy még a tugasztak is leszek. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Én bizony azt kívánom, hogy tanítsam el nekem az állatok beszédét. Na, ekkor azt mondta a kígyó király, gyere csak ide, ide jössz, Kata. Gyere ide. Gyere csak ide, legény. És ennyit csinált a kígyó király. Belefújt a fülibe a legény. Már értette is az állatok beszélni. Már te is tudod, lehet. Hát a legény akkor szépen megköszönte. Elköszönt, és elindult hazafelé. A kicsi kígyó egész a lépcsőig kísért, aztán elbúcsúzott tőle. A legény fölment a lépcsőn a felső világba. Visszahúzta jó legény módjára a követ, hogy senki más arra ne találjon. Elindult hazafelé. Na, hogy ment hazafelé,
Az egyik ágas-bogas fa tetején két szarka csirregött, csereget. Tudjátok, hogy a szarkák a legpletykásabb madarak? Tudtátok? Azok egyfolytában pletykálnak, és mondták, hogy csir-csör, csir-csör. Ha az emberek tudnák, hogy micsoda gazdagság van ennek a fának a tövében, nem lenne itt szegényen hőse? Na, juhász legény, hallotta én, mit mondtak a szarkák? Hallotta? Értette a beszédjüket? Bizony értette, hogy előkapta a bicskáját, most a mögelőtte a fát, hazament egy nagy szekérnél, visszafordult, kölcsönkért egy szekeret, kivágta a fát, és kifordult a tövéből annyi arany, hogy több, mint amennyit a kígyó király adott volna neki, a szekér alig tudta fölhányni ezt a sok aranyat. Na, hazament ezzel a rengeteg kincsel, képzeljétek el, vött magának, mit vett először? Szia! Szia! Mit vett magának először? Egy nagy háza. Ezt tetszik neked? Egy ekkora házat vett. Hatalmasat, az övé volt a legnagyobb az egész faluban. Mit vett még gyerekök? Mikor még neki egy gazdag vagyunk? Mennyi birkát vett szerintetek? Rengeteget. Nem ennyit? Rengeteget. Á, csodákat. 777-et? Hát csak tökül neki, mint amennyi van a számot a juhásznak. Megvette a 777 birkát, de még juhászokat is fogadott föl mellé. De vett magának tehenet, disznókat, szép ruhákat, szép mentét, sőt, feleségül kérte a számadójuhásznak a lányát, aki a legszebb lány volt a faluban. A számadójuhász azt mondott, ilyen legény a gáton, hát ilyenek férhöz adom a lányomat. Hát okos is, tudom, hogy okos, tudom, hogy nagyon gazdag, és most már akarsz jövőnek jövőnek. Vögyél. Na hát hozzáadta a feleségül gyorsan. Na hát mögés csapták a lakodalmat, hét országra szólót. Akkor a lakodalom volt, hogy oda még a kóbor kutyákat is meghívták, hogy végre egyszer jól lakjanak, azt mire az eleje odaért a vége éhöntökről. Nagy átú, nagy lakodalom volt, és is a fiatal pár nagy boldogságba. Hát egyik reggel, asztalhoz terített a röggelőhöz terített az ifjúasszony, kirakta a szalonnát, kolbászt, kenyeret, hagymát. Az a spájz ajtót egy kicsit, a kamra ajtót kicsit nyitva hagyta, de csak egy kis résnyire. A kemence patkán ott ült két macskájuk. Lukrécia meg Szerényke. Lukrécia, az volt az az okos, rafinált, macska, macska, azt tudta, hogy ő nem fér be azon a résen, de Szerényke olyan kis csinoska volt, azt mondta neki, hogy Szerényke, te olyan kis aranyos kis csinoska vagy, nézd csak ott a kamra ajtónál van egy kis rés, de oda pont beférsz. Lopjál már egy kis szalonnát, azt az a mind a ketten jól lakom. De így is volt. Szerényke kilopta a szalonnát, azt jól lakta, azt a juhász legény ezt látta. Látta bizony, és hallotta, értette, hogy mit mondott Lukrécia. Bizony értette, és akkorát kacagott, de akkorát kacagott, hogy majd kiesett a katyájából. Most csak nézi a felesége, kérdezi, hogy hát mit kacagsz? De hát mit kacagsz te oly nagyon? Vártam. Egészségedre. Hát azt kacagom, hogy mit mond az a Lukrécia, hogy ez milyen rafinált? Hát maga honnan tudja, hogy mit csinál, mit mondott az a macska? Azt nem mondtam nektek, hogy a kígyó király a lelkére kötötte a legénynek, hogyha elmondja bárkinek, hogy honnan tudja az állatok beszédét, akkor Sanctus Campes Dolores, akkor meghal. Azt mondta a legény, hogy hát ne haragudj, drága kedves felesége, én ugyan el nem árulhatom, maradj már egy kicsit nyugton, figyelj csak, holnap lesz a kis teleki vásár, elvisznek, és olyan piros szoknyát kapsz. Na, el tudta terelni a szót egy kicsit a legény, nem kíváncsiskodott az asszony, de azért furta itt az óta lát a kicsit. Nem is kicsit, hogy vajon honnan értette ezt a legény? Na, föl is gyergelték akkor a csődőrt, meg a kancát, a csődőrre át ült föl a legény, a kancára az asszony, az egy kicsit megterebélyesült a jó módba. Azt elindultak a kisteleki vásárba. Na, mennek a kisteleki vásárba, azt a csődőr azért halad előre szépen, a kanca meg lelé maradozik. Azt hátra nyitott már a ló a csődre a kancának, hogy ja, hát hova halad, gyere már, hát sose érünk a vásárba, hogyha nem haladtok. Erre visszanyerített a kanca, hogy hát te könnyen beszélsz, hát te azt a hegyke legényt viszont csak magaddal, én meg ezt a teremélyös asszonyságot. Na, értette ezt a juhász legény? Értetted? Azt akkor átkacagott, hogy majd leesett a csődőről, úgy kacagott, hogy a feleségről mit mondott a lova, a kancája. Azt a felesége csak kérdez, hogy mit kacag ma maga már megint? Mit kacag már maga megint? Azt mondja, azt meg nem mondhatom, mert ha én azt megmondom neked, én abban a percben meghalok. Mit tettek az engem nekem? Csak mondja csak meg, mi az? Mi? Hát egy kicsit még el tudta terelni a szót, de már az asszonynak az oldalát már igencsak furta, már itt tartott legalább a kíváncsiság.
Na mindegy, elértek a vásárba, még nem csak piros szoknyát kapott az asszony, hanem piros csizmát, és azt így ellőtt, egy kicsit a szó terelve. Jönnek hazafelé a vásárból, már éppen hazaérnének, azt látjám a juhászlegény. Mi történik? A nyája mellé fogadtak pásztorkutyákat és német juhászokat, farkaskutyákat. Azt látod, hogy az erdő sarkán ott van az a négy farkaskutya, azt éppen faterkáznak a farkasokkal, alkudoznak az ő juhaira. Nem mondták a farkasokat. Hát ebből a 777 tyúkból, hogyha egyet nekünk adsz, te, rokon, hát azt észre se veszi a juhász, de mi meg megmenekülünk egy hétbe. Azt már mancsot is csaptak egymással, a kuli kutya oda mordult, hogy ej, ti mit alkudoztok a gazdánk juhaira? Na, de ezt látta, hallotta a juhász legény? Na, mit csinált szerinted? Fogta a juhászbottyát, azt úgy elkergette ezt a négy juhászkutyát, na akkor menjetek a rokonokhoz, itt nálam most már nincs szolgálat. Na azt az asszony megint csak mondta, hogy hát ember, hát mennyi pénzért öttük ezeket a gyönyörű juhászkutyákat, hát miért szavart el őket, hát köllenek azok nekünk, na mondja már meg, honnan tudta. Azt, hogy értsd, én nem mondhatom meg, mert én akkor abban a percben meghalok. Hát én most már nem értök el, ha maga meghal is, de nekem mondja el, hogy mi történik, mondja el, de azonnal. És addig rágta a fülét az embőrnek. Addig, hát mi van, ha nincs ott a békesség? Bírja azt az embőr? Ugye, hogy nem, ha állandóan csak nyőztetik, állandóan csak fodák, mindig csak mondják, pörölnek vele? Hát, ez úgy gondolt ez a juhászlegény, hát mihez csöndhöz szokott őként a juhok mellett, nem ekkora zsivajhoz. Hát úgy gondolta, hogy na hát tudod mit, kedves feleségem? Hát ha ennyire nem bírsz már magaddal, akkor megmondom neked, hogy honnan tudom az állatok beszédét, de akkor arra kérlek, csináltas nekem egy koporsót, legalább tudjam, hogy mibe temettök el. Na az asszony csak úgy pörgült a piros szoknya, fordult ki, csináltatta a koporsót, kirakta a tiszta szobába, még gyertyát is gyújtott mellette. Na a feküdjéken bele. Hát, csinálta a juhászlegény, belefeküdt. Belefeküdt a koporsóba. Mondta a feleségének, hogy hát még egyszer a kedvenc kutyámnak egy karékenyeret hadd dobhassak már. Na a lány mögött fordult ki az asszony, szelte a karé kenyeret, na adja oda kent magának, azt aztán essünk túl rajta. Mondja már meg, hogy honnan tudja az állatok beszédét. Hát oda dobta a kutyának a karé kenyeret, a puli kutyájának, a juhász. Hát de az úgy szerette a gazdáját. Az olyan szomorú volt. Az csak nézett rá azokkal a nagy boci szemeivel az a puli kutya, csak nézte, majd hanem a könnyei potyogtak ki. Hát az egy falást abból a kenyerből nem tudott tönni, csak ott nézte szomorúan a gazdáját. Itt volt az ajtó, az egy hegyke kis kakaska, bekukucskált rajta. Hát látta ott az a nagy kenyér. Hát, kettőt-hármat topogott, már ott volt, azt elkezdte csipögetni a kenyeret. Rámoldult a puli kutya. Ej, te rusnya állat! Hát nem látod, hogy itt haldoklik a gazdán, mindjárt meg fog halni, te meg itt lakomázol előtte. Erre a hegyke kakaska visszaszólt, azt mondta, hogy na, te is pont olyan bolond vagy, mint a gazdán. Mert hát nézd meg, ennek csak egy felesége van. Azzal se tud mit kezdeni. Vesz meg én. A kakasdomban van nekem 9 tyúkom, mondjuk is én vagyok ott az úr. Na értette ezt szerintetek a juhász ember? Meg a bolikot. Bizony értette azt. Mit csinált? Kiugrott a koporsóból, elővette a nattárcát, azt jól elmagyarázta a feleségének, hogy ki is úr a háznál. Hát én nem tudom, hogy mint történt attól kezdve a dolog. De akkor a békesség szállt arra a házra, jó sok gyereköcske született, legalább annyi, mint itt van. És hiszik, ha nem még a mai napig is boldogan élnek, ha ők nem haltak. Akkor Szent Mihály naphoz kapcsolódik ez a következő nóta, és a juhász és a juhász feleségének kapcsolatához.
azért csak egy olyan mesét mondanék, felnőtteknek szántok, a fiú, gyerekek még vagy értik, vagy nem? Muszáj elmondanom ezt a mesét, nem muszáj elmondanom, úgyhogy. Hagyj, vehetsz belőle nyugodtan. Hát hol volt, hol nem volt. Volt egy kicsike falu, és annak a kicsike faluban volt egy ilyen gazdag család. Azoknak is meg volt mindenük, pont lehet, hogy pont ennek a juhásznak a családjára van szó, mert azért volt már mindenük. És az elegény is igen jó forma volt, úgy, mint Ádámra teremtették, azt mondtam nektek. Hát bevallom őszintén, mikor ez a legény így végighajtott azzal a jó kocsijával a falon. Minden lány így kihajolta a kapun, azt a sóhajtozott utána, hogy eljaj János, mert úgy hívták, hogy János. Jaj, János, de jó lenne ez nekem férnek. Hát sóhajtoztak, de ez a János, ez hiába járt a kocsmába, vagy hiába járt a folóba, vagy hiába járt a bálakba. Az egyszer-kétszer megpörgetett egy-két lány, de az bizony nősülni nem akar. Hát tehát múlt az idő, hát na, az apja anyja megkérdezgette tőle, hogy hát édes fiam, hát mikor akarsz én már megnősülni? Hát úgy szeretném, hogy egy kis gyerekek szaladkálnának körülöttünk a kis unokák. Hát kire pénzzük a birtokot, hogyha majd nem lesznek öt szaporulatot? Hát mikor akarsz megnősülni? És azt mondta a János. Édesapám, édesanyám, én nem akarok megnősülni. Na azt miért nem akarsz megnősülni? Hát nincs elég szép lány a faluban. Hát tudok neked tízet mutatni, ami biztos, hogy tetszik a kényednek, kedvednek. De van elég szép lány a faluban, de én akkor sem akarok megnősülni. Azt miért nem akarsz megnősülni, te János? Kérdezte már az anyja egyik este. Hát édesanyám, azért nem. Mert összehordtuk ezt a sok szép dolgot a házunk körül, meg van a magunk kis gazdagsága. Most, hogyha feleségi veszek egy eszönt, az bőszíti. Most mögösszi a fele a gazdagságunkat. Én azért nem akarok megnősülni, mert ezt éljünk, mi ezt a gazdagságot, mi ahogy akarjuk ki. Én nem akarok megnősülni. Nekem nem kell asszony, aki itt össze a gazdagságunkat. Igen, elszomorodtak a szüleim. Miért összebüli, nem összonoknak? Csak sóhajtoztak, de azért híre járta a faluban, mert az úgy megy egymás után a hír. Ugye itt nem szokott ilyen menni, a hír itt is gyorsan terjed, nem? Kis telekam. Na, ott is terjed. Minden lány tudta, hogy a János nem akar megnősülni. Sóhajtoztak utána eleget, de hiába sóhajtoztak, azok viszont nem jutottak egyről a kettőre vele. Na, de volt a faluban egy igen okos lány, szép is volt. A Júlcsa. Az is hallotta, hogy nem akar a János, meg miért nem akar a János megnősülni, nem akarja, hogy valaki mögötte a gazdagságokat. Fordult egyet az esze kereke a lánynak, gondolt egyet egyik röggel, fölöltözött szép csinosan, fölvette a sok szoknyáját, ahogy kötött elébe, fölvette a pluszlikját, az is úgy szépen. Azt kiállt a kapujukba, tudta, merre jön a János, meg mikor. Azt kiállt a kapujukba, és csak ennyit csinált. Tehát a Jánost így sóhajtozva. Hát itt a János, meg látta a Júlcsát, hát meg akadt rajta azt, mert nem mondtam, nagyon takaros csaj volt, de csak oda kapotta a fejét, azt megnézte, jó van, csinos, rendben van, de azt észrevett, hogy mit csinál, hogy a Júlcsa akkor még inkább szívta a levegőt, hogy hát csak nem állhatta meg a János, csak megkérdezte, hogy Júlcsa, te, hát te mit csinálsz? Hát mit csinálok? Hát röggelizök. Na, azt mit reggelizni, Júlcsa? Hát tudod, János, én reggel korán, mikor kell a nap, kiülök ide a kapuba. Azt teleszívom magam ájjelről. Azt én este nem éhezök meg, aztán este megint kitívök a kapuba, megint szipákolok egy kis ájját, azt én így elhagyom. Azt a Júlcsa, levegőn élsz? Hát látod, kent János, látod. Na, a Jánosnak nem kellett semmit, több fogta magát, fordította a kocsit, meg a lovakat hazafelé. Mondta az édesanyjának, édesapjának, na édesapám, édesanyám, mégiscsak megnősülök. Na, azt én is megnősülsz. Na, azt kit veszel el, drágám? Hát én a Júlcsát, hát az az én nekem való lány, hát az levegővel él, hát azt nem veszi meg a gazdagságunkat. Na, az anyja, aki nem kérdezett semmit. Örültek, hogy végre elhatározásra jutott ez a János. Megcsapták a lakodalmat, így is volt. Hát tudják, éjszaka megrakták a szalmával az ágyat szépen. Az ágy alá tettek kis diót is. Tudják, hogy mire való volt. Meg kellett törni éjszakára az ágy lábán. Na hát, meg volt törve a dió is, a szalma is törekült röggelre, azt röggel a fiatal pár kell fel az ágyból, azt jól csak teríti az asztalt. Azt tesz ki két tányért.
Megy ki a kamrába, hozza ki a sonkát, a kolbászt, a kenyeret, a hagymát. Ezt János meg csak nézi. Ezt kérdezi tőle, hogy na jó, csak te mit csinálsz? Hát mit terít a rögelihez? Hát hát terítjék ki ezt rögelizé, hát ott a kapu előtt, hát szinte egy kis állja. Azt mondja, jó, csak hát tudod, János, én már voltam. Fölkelt a nap, én kimentem a kapu elé. Szívom be a levegőt, de aztán az valahol alul elmegy. Én nem tudom, kedves uram, maga mit csinált velem az éjszaka, de hogy ilyen szelelők alól, az biztos. Hát tudom, hogy milyen elgondolkozott János. Végig gondolta, hogy mit is csinált ő az éjszaka. Azt úgy gondolta, hogy jó, ha jó, csak terítsék csak tovább. Azt ögyünk, rögelizünk. Hát ez bizony így volt, azt azóta is szerintem boldogan élnek. Nem hallottam. Na. Ehhez kapcsolódik egy icipicit árnyaltabb. De nem ehhez mondtad. Kapcsolódik. Abszolút. Elfér-e maguknak még mese a tarsójukba? Vagy elfáradtak-e már gyerekek? Még hallgatjátok? Még jöhet mese? Na, akkor még egy ráadás, jó? Mert eddig három mesét meséltem, akkor egy ráadás, így van? Na, akkor csak elmondom, mert ez az egyik kedvenc mesé. Most így mese mondom, mit mondjon a népmese napja, hanem a kedvenc mesét, igaz? Hát ez igen nagyon régen történt ez a történet. Ez olyan régen történt, hogy még akkor a férfiak bőrharisnyát, medvebőrharisnyát hordtak, az asszonyok még bólhabőrköntöst. Most abban az időben, falu legszélén, olyan kicsi kis faluban legalább, mint óc, vagy még tán kisebb, bizony élt egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Ott laktak a falu szélén, nem messze az erdőtől. Éltek, érdekeltek, de azok olyan öregek voltak már. Én nem is tudom már mióta ott éltek. Már nem is volt a gyerekeiket, se látták jó ideje. Már mindegyiknek meghajlott a derekkal, csak csiszögtek, csaszogtak. A férfi, az olyan öreg volt, hogy még a feszi körtében a az asszony, az még Matusállem bölcsöcskét ringatta. Na, mint mondtam, ott érdekeltek, hogy csöndesként, hát ott is az asszony nyelve volt az úrháznál, meg kell, hogy nem szerintem te volt valamit Évától, és egyik nap ilyen huncut, ravasz pillantással ébredt fel az asszony. Mikor kell az ember, és akkor odaszól neki, hogy jaj, te ember, én olyan rosszul vagyok, úgy fáj a derekam. Na, fussál már ki az erdőről, szedje nekem egy kis szedröt. Az ember csak néz, én fussak itt, nézze alulról, mert már ő is olyan görnyet volt, hogy már nem látott inkább. Én fussak, viccel ez az asszony, nézte, hogy csak tréfálkozik, mert szokott régen olyat, de az asszony nem tréfálkozott, nem, sőt, még sürgette is, hogy na, ember, indulj, fogd azt a két fröltöt, azt induljál a szedörért. Az ember tudta jól, hogyha most inkább elindul, akkor kevesebb dologgal találja meg az asszony, hogy inkább fogta magát a két födörrel, azt nekiindult, hát úgy, ahogy tudott. Csiszögve, elindult az erdőre, hát ment, nagy serényen, hát olyan nagyon serényen nem. Hát már szinte leszállt a nap, mire odaért az erdő szélére. Na, nem azért, mert olyan messze volt, hanem olyan sokáig tartott. Azt, mint mondtam, inkább lent volt közelebb a földhöz a feje, egyszer mit lát? Egy kis madár. Ott volt előtte, ott ugrált. Azt gondolta, hogy olyan közel van hozzá, hát csak megkapja ezt a madárkát. Azt lépett csosszant egyet, azt így kapott a madárka után. De a madárka az ugrott egyet. Na, csosszant még egyet, az öreg, azt kapott megint a madárka után.
Na, hát így csoszogtatta be az erdőbe az öregöt, addig-addig csalogatta a madárka, hogy képzeljék el, egy kristály tiszta fűzű forráshoz nem vezette. Amikor az öreg mög látta, még a madárka még így bele is csapott a csőrébe, hogy na ebrigyál öreg, na ebrigyál. Szóval ott fogadott az öreg a madárkának, belemerítette a kezét, abba a friss, kristálytiszta vízű vízbe, és így karcsolt egy jó nagyot. De jól érőzte magát, igen jól esett neki. Gondolta, biztos az elfáradt. Annyira elfáradt, hogy jól esett a víz. Hát még egyet merített. Hát még egyet merített, még egy nagy jó kortyot ivott. Hely, milyen jól érőzte magát. Azt egy felpillantott, mit látott ott a forrás túlsó felé. Ott volt én egy szegedbukor. Ah, gondolta, hogy ilyen jól vagyok, hát gyorsan megszedem a vödröt, azt indulok is haza. Na, itt is volt. Így úgy megszedte a vödröt, indult hazafelé. Na, de nem ám úgy jött, ahogy ment, vagy nem úgy ment, ahogy jött. Csíszögve, csoszogva, nyöszörögve. Ah, egyenesen, mint itt katonat, és mint akinek szárnyai nőttek. Úgy haladt hazafelé, hogy mindjárt otthon volt. Na, közben az öreg asszony maguk szerint mit csinált? Sütött, főzött? Söprögetett? Takarított? Nem csinálta semmit. Azt csak kijött az ablakba, mondtam, hogy sose takarított. Olyan koszos volt már az ablak, hogy takarított egy kicsit, hogy kilásson rajta. Odaült, azt így, csak ült, azt így batogta az ujját, azt várta, hogy jön az ember a szederrel, leste. Hát várta, várta. Hát éppen a nap úgy belesütött a népen ment le, és akkor látta, hogy jön valaki az erdő alján, lesi, lesi. Na, ki az? Hát ez nem az én uram. Hát ez nem ilyen görnyettel jár, mint az én uram. Hát ki lehet ez, ki lehet ez? Hát ez olyan egyenesen jár, mint egy katonatiszt. Hát összecsapta a kezét. Jó Isten, csak nem, hogy valami olyan történik velem, ami eddig még sohasem gondolta. Na de mert nem volt gondolkodni idő, mert nyílt az ajtó, lépett be az ember. Azt hiszem, hogy ő megismerte, hogy ez csak az jóra. Azt köszönt is, hogy adjon is, tehát maga meg hújjárt. Hát hújjártam, hújjártam, hát ott voltam, ahova küldte. Hát elmentem a szedőrén az erdőre, itt a két vödör. Na de hújjárt meg, hogy így? Megfiatalodott. Na, ne csufondározzál már velem, asszony, hát hogy fiatalodtam volna meg? Hát ha nem hisz nekem, hát nézem bele a tükörbe. Hát a tükörbe már jó ideje nem nézett bele az úriember, mert nem tudott úgy fölegyenesülni. De most oda csoszogott a tükörhöz, vagyis oda ment, azt éppen látott. Azt is egy kicsit így megtakarított, azt visszanéz a tükörbe, jó kép, fekete, hogy nagy bajsz, és vödör bajszú ember. Hát biztos ez a víztű volt. Hát csak ha éreztem, hogy olyan jól vagyok én attól a víztől, biztos az a fiatalság vize volt. Az asszony rögtön mondta, na, ember, mondja, hogy hol az a víz, hát megyek oda én is, hát nekem is meg kell fiatalodni. Na, azt mondja, nyugodjál, látod, nem ez már a nap. Feküdjünk le, nyugodjunk le, aludjunk, azt majd röggel mondom, eddig az italak, hogy hogy jutsz oda. Hát lefeküdtek. Na, az asszony, menjünk. Hát ez egy perc. Hát ezt nem tudta lehúlni a szemét, az már a báránykákat számolgatta, ez már mindent csinált, amíg várta, hogy a kakas első hangja megszólaljon, azt fölkejön az első nap sugara, azt mikor megszólalt a kakas, úgy ugrott ki az ágyon, mintha puskából ültek volna, köszönázta az urát, hogy ember, ember, na, indulnék, mondjad, hogy hova menjünk. Na, az ember akkor szépen aligazította, hogy na, jól van, akkor indulj el arra, az erdő fele, ott találkozol egy madárkával, kövessed, azt megtalálod a forrást. Na, az asszony azért fog a tűz két vödröt, hogy legyen, ami legyen, fölvette a bolhabőrköntösét, azt nekiindult. Hát úgy csoszogott, de igesztette a lábát, amennyire csak bírta, hát ő a madárkával utazott, annyira figyelmes volt, de azért csak oda talált a forráshoz. Azt mikor meglátta a forrást, azt neki hasonlott. Elkezdte inni a vizet így. Egy nagy marokkal, meg még egy nagy marokkal. Meg még itt, már nem volt szomjas, mert csurgott itt végig a száján, de csak itt, csak itt, csak itt. Érős fájdalmat érzett. Megrázkódott, aztán maga korabeli lány lőtt belőle. Aztán még egy érős fájdalom, megint megrázkódott. Hát olyan maga forma, akkor nőlött belőle, olyan eladós sorba levőle. Megrázkódott, még egy érős fájdalom, egy ilyen iskolás korú lány karott belőle, mint belőled, Kata. Még egy rázkódott. Hát hiszik, ha nem. Egy karom idő kibabadott belőle. A bolha bőrköntös lehullott róla, és ő ráfeküdt arra, és ott óbégatott, sírt, vitkes, keservesen. Hát az ember otthon várta a feleségét, hát az ütötte a dolgát, most már jó erőben volt, úgy tötvött a ház, kötötte az állatokat. Leesteredött, lement a nap, azt nézte az asszonyt, hogy hűne már.
nem gyűrögelik, csak utána jár a gondot, az lefeküdt, s ő ott aludt. Félkel tapogat maga mellett, itt van az asszony, hát nincs itt. Hát akkor elindul utána, gondolta, és el is indult. Nekiindult az erdőnek, hát pár lépésére volt, odajön gyorsan, azt nézett körül, hogy hunban az asszony. Ott volt a forrás, nagy csak. Nem látja az asszony sem. Hát nézelődik, nézelődik, egyszer csak észreveszi a bolha bőrköntöst, az rajta a kicsi babát. Hát szegény álomba sírta magát, ott aludt a felesége. Azt nézte, nézte, hogy megismerte a köntöst. Rögtön eszébe jutott, hogy jaj, ez az asszony. Hát ez olyan mohó volt, hát ez biztos sokat ivott az életvízből, hát azért jött ilyen csecsemő belőle, hát mit csináljak, mit csináljak, hát mit csináljak, mit csináljak? Hát csak az én feleségem gondolta. Fogta, szépen bebugyolálta a bolha bőrköntösbe, karjára vötte, azt hazavitte. Azt nevelgetni kezdte, mint az édes lányát, a feleségét. Kiállt a pásztorokhoz, hordott friss habos tejecskét, azt szépen nevelgette a leányát. De azt, mikor már olyan eladó sorba került a lányka, szépen fölnőtt, akkor belenézett a tükörbe, hogy na hát, olyan takaros forma megyecske lett most már belőle, ideje lenne hozzá fiatalodni, mert ülnök közben azért csak eljártörött az idő. Gondolt elém, hogy egy kicsit fiatalodni a vízhez. Már el is indult. Még emlékezett helyből az útra, hogy merre ment, kereste a forrást, de nyomát nem találta. Nézelődik, sehol még egy kocsaját sem talált. Hát jöttek arra a pásztorok, kérdezi tőlük, hogy hát itt pásztorok, hát minden nap erre jártok. Hát emlékeztek, hogy volt itt egy tiszta vízű forrás, emlékeztek? Persze, persze, emlékszünk. Most az hova lőtt? Jaj, azt mondja már. Megtalálták a népet. Még a városból is jártak ide. Hordták a levizet, mert mindenki olyan szép lett tőle a bőrük. Még a L'Oréal is onnan hozta a vizet a krémjeibe. Jaj, azt addig-addig jártak oda, addig hordták a vizet, míg kiapadt ez a forrás. Na jó ideje, nem is láttuk. Hát az ember gondolkozott rajta, na erősen lesz már fiatalodás. Hát, mivel senkinek erről egy szót sem szólt, hogy ki ez a lány, akit nevelt, a feleségének sem mondta, hogy ő a felesége. Nagy szomorúan hazament, és azt mondta a leányának, vagyis a feleségének, hogy na leányom, hát én már fiatalabb vagy, mint én már öregöcske vagyok, járjál lettükezetté a tejér, amit hordasz magadnak. Na így is volt. A lány, vagyis a felesége szépen fölöltözött, azt maga járt a pásztorokhoz tejecskéért. Hát nem kell mondjam, hogy sokat kellett volna járni, nem tett bele pár hét. Hát összeakadt a szem egy ilyen szép juhászlegénnyel, amiről meséltünk az elején. Hát már szívük is egyszerre dobbant. És egy idő után biztos, hogy fogta magát a legény, és lemönt, és megkérte a feleségét feleségnek. Hát mit tehetett ez a szegény ember? Hozzáadta a feleségét, azok, mivel szépen fölnevelte a lányt, elgondozták halálukig, és talán még a mai napig is boldogan éltek, ha meg nem haltak. Hát, hogy ez a forrás azóta újra fakadt-e vagy nem, azt én nem tudom, de hogyha akarják, akkor nyerjenek utána, hát ha találnak itt. Az augusztusi hosszú hétvégén tartották az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a Magyarok Országos Gyűlését. A négy napos rendezvényen stábunk a vidékjövője sátor előadásaiból válogatott. A mai adásunkban Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász Bél Flóránk titkai című előadását tekinthetik meg felvételről. A egészséges élelmiszer napunkat folytatva itt a vidékjövője sátorban, jelzem, hogy aki valamiért lecsúszott volna Baldó Zsuzsanna előadásáról, illetve Németh Zoltánéról, illetve a nap folytatásáról, a Kistelek TV YouTube csatornáján fogja tudni utólag megnézni. Úgyhogy mi igyekszünk tényleg közhírré tenni mindazt, ami itt elhangzik. És hát a tájgazdálkodás van föltéve a Molinón is, tehát szeretnénk azt, hogy minél ökológikusabb legyen a tájgazdálkodás. És azt hiszem, ezek mind összhangban vannak azzal, amik elhangzottak. És akkor most átadom a szót Mester Károlynak, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és a sok dolog ellenére itt van, és hallgassák sok szeretettel. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye mindig nagy öröm a Bardósz professzor asszony után megszólalni. Ha lenne idő, elmesélném a megismerkedésünknek a történetét. Az egy nagyon szép történet, hogy amit ők ugye a férjével, a Néhai Pusztai Árpáddal együtt tapasztaltak, én teljesen ismeretlenül fölhívtam őket, és elmondtam, hogy
mint állattenyésztő én mit tapasztalok, és gyakorlatilag ez annyira rímelt a kettő együtt, és hát ugye akkor én még nem voltam természetgyógyász, meg nem indultam el ezen az úton, akkor én még idézőjelbe téve csak állattenyésztő voltam. Jó. No, ugye a professzor asszony elmondta, hogy nem akarja elmondani az én témámat, ugye a férfi embert, ugye melyik a két legfontosabb dolog, ami érdekli, nem tudom, hogy tudják-e. Hát az egyik a foci. Nem. Úgy. Tehát tulajdonképpen, akkor én most elmondom, hogy hogyan védi meg magát a nő, mert onnantól lesz érdekes a történet. Tehát ugye, amikor megy a TV reklám, és ugye, akkor ugye, hát két hetenként kell egy kúpot betenni, meg szájon át is, meg egyéb, hát nem kell. Azért, mert az működött régen rendesen, hát ugye, annak idején azoknál a hölgyeknél, akiknél nagy volt a forgalom, ugye azok bárcásak voltak, ugye a fiatalok nem tudják, mi a bárca, az gyakorlatilag elment minden hónapba a doktor úrhoz, és bepecsételte, hogy az ékszer rendben van. Na most, hogyan védi meg magát? A hüvely nyálkahártya, ez nagyon speciális nyálkahártya, cukrot termel. Hát ugye valószínűleg, ilyen lazán el lehet mondani, ezért édes szerelmem. És ugye ez a cukor, ez ott elszaporodik egy nagyon speciális tejsav baktérium család, ez az úgynevezett dödellány tejsav baktérium. Mit termel ez a tejsav baktérium a hölgynek? Tejsavat, ami beállítja a hüvelynek a pH-ját 4 alá, ott már nem nagyon szaporodik rossz baktérium, mert körülbelül én a kocalányokról tudom, olyan 16-17 féle baktérium él az urogenitális rendszerben. Ezek termelnek hidrogénperoxidot, az fertőtlenítő anyag, és termel egy úgynevezett bakteriocin anyagot. Tehát minden baktérium termel exotoxin, tehát él a baktérium, és a külvilág felé kibocsájt egy anyagot, klasszikusan az antibiotikum is egy ilyen exotoxin, hogy azon a táptalajon más konkurens, lehetőleg rossz baktérium ne tudjon szaporodni. És így megvédi magát a nő. Na most következő a helyzet. Ha mégsem jön össze a téma, akkor mi a probléma? Nem jó a nyálkahártya keringése, meg egyéb problémák, tehát én ezt természetgyógyászként úgymond gyakorlom. Na most, hogy jön ide a glifozát? Van egy olyan betegség, ami a hölgyeket érinti, ez a toxikus sokk. Ez azt jelenti, hogy a hüvelybe túlszaporodik a streptokokusz, stafilokokusz és a klosztridium. És ugye azok toxinokat termelnek. A hüvely keringése az alsó vénából történik meg, tehát oda van a fölszívódás. És ezek a toxinok fölszívódnak, és ha az túl tud szaporodni, és majd elmondom, hogy miért tud túl szaporodni, akkor gyakorlatilag horribilis mennyiségű toxint termelnek, az bekerül a keringésbe, és a periférián olyan szepszist csinál, keringés romlása révén, hogy gyakorlatilag életmentő műtétbe le kell vágni a nőknek a lábát. Tehát angolul rá lehet keresni toxikus sokk, és gyakorlatilag top modelleknek vágják le a lábát Amerikába, mert hüvelytampont használnak, ugyanis a glifozát, nincs itt az úr, kontakt hatásba olyan nyálkahártya sérülést okoz, hogy gyakorlatilag nem tudja magát megvédeni a nő. Tehát ugye 17 éves kislány, édesanyja elmondja, mi az előélete a kislánynak, toxikus sok, tampont vegye ki, ennyire egyszerű dolog, és rendbe fog jönni. Ezt sajnos a nőgyógyászok nem nagyon tudják. A másik nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok fiatal nőnek van streptokokusz ellenanyag a vérében. Azért, mert a hüvelyben ott van a streptokokusz, a tampon miatt. Na most a következő másik kérdés, ugye a Kesztyűs Róland orvosi kórélettan könyv 1975, neked mond valamit, Zsuzsa, ugye ő a Debreceni Orvostudományi Egyetemnek volt a kórélettan professzor, a Szobra is van az egyetemen egyébként, ugye még a Csilláron is lóptak, olyan előadásai vannak, és gyakorlatilag abba az a szó, hogy reflux egy kórélettan könyvben nincs benne. Tehát most az emberek 10%-át érinti a reflux.
És akkor protonpumpagátló, ugye hisztamin receptor, problémát kezelő, és ugye savlekötő. Tehát nem az a baj a refluxnál, hogy sok a sav. Sőt, kevés van. A baj az, hogy följön. Na most miért jön föl? Jó lenne vetíteni, nem hoztam vetítő anyagot, mert akkor nem érünk a végére ennek a táplálkozás epidemiológiának, és többet szeretnék adni, de benne van mindig az emberben a kényszer. Na most Judy Carman, ez egy ausztrál kutatóhölgy, etetett, ahogy a professzor asszony is mutatta a kísérleteket, 250 darab sejtés génmódosított szójával, tehát glifozátrezisztens génmódosított szójával, és 250 sejtés pedig anélkül. És akkor megnézte a gyomornyálkahártyát. Az vörös, bíborvörös, gyulladt, sérült, atrófiás, tehát ilyen sorvadt gyomornyálkahártya. Ami nem övet GMO-t, tehát kontakthatásban, aki, bocsánat, így szoktam mondani, glifozátos csirkét eszik, annak sérül a gyomornyálkahártyája. És akkor jön a helikobakter. Nagyon jó. Kértjük mi neked antibiotikummal. Mi a baj? Ugye kicsit lazább az előadás, ugye a Jóisten azt tudta, hogy a parasztgyerek, ha kimegy az udvarra, és még oktondi, mert 3 éves, és ha megtalálja a kotlónak a tyúkszarát, hát az úgy néz ki, mint a minyon. Rögtön megkóstolja, és akkor azt mondta a Jóisten, gyomor pH 2,5 alá. Mert az egy határ, egy barrier. Megöl mindent. A szalmonellát is a tyúkszarban. Na most következő dolog. Sérül a gyomornyák, ha nem jó a savtermelés, mi az első baktérium, ami rögtön jól érzi magát? Ez a helikobakter. Tehát tedd rendbe a gyomornyálkahártyát, ez a lényeg. És ugyanolyan kontakthatásban, ugyanolyan gyomornyálkahártya sérülés van, mint ahogy hüvelynyálkahártya sérülés van. Tehát ezek a dolgok így függnek össze, aztán ugye a refluxot, ha a korfolyamatot végigmondom, nem jó a pH beállítása a támcsatornába, saját enzimjeink meghatározott pH-n dolgoznak, nem tökéletes az emésztés, nyilvánvalóan nem tökéletes a felszívódás, az elmegy a vastag bélbe, és ott, tehát a Jóisten az a teremtés, az csodálatos. De lehet mondani az ateistáknak a biológiai törvényt. Tehát aki vitatja a gravitációt, szoktam mondani, menjen fel a katolikus templom tornyába, azt ugorjon le, hát most én nem fogok neki bebizonyítani a gravitációt. Na most ugye itt is az a lényeg, hogy a saját enzimjeik nem dolgoznak megfelelő hatékonysággal, emésztetlen táplálék kerül a vastagbélbe, azon csak rossz baktériumok szaporodnak. És akkor innentől kezdve az ileocecalis billentyű, vauhin billentyű, visszacsapó szelep a vastagbél vékonybél határán, a toxinok, mint neurotoxinok, az akaratunktól függetlenül működő autonóm idegrendszer sérül, és kinyílik. Feljönnek a baktériumok, elkezdenek gázt termelni, és még azt mondja nekem a beteg, hogy puffadok, hát még most. És akkor 2 hónap múlva meg reflux is lesz, mert még a gyomorzáró kapu nem romlott el. Ha az is elromlik és kinyílik, és ez a gáz fölmegy a gyomorba, és megemeli a gyomortartalmat, ugye főleg a gázokat, és gyakorlatilag a nyelőcső záróizom is, hogyha nem záródik be, így alakul ki a reflux. Na most én még olyan beteggel nem beszéltem, akinek általában azt szokták elmondani, hogy a savlekötő és a protonpumpa gátló az még rosszabb állapotba hozza őket, de hát a protokoll, a gyógyítási protokoll mégiscsak ez. Na most a gyomornyálkahártya azért 3-4 hét alatt rendben jön, az mindig újra termelődik. És ugye azt szoktam mondani, hogy kalapáccsal ráütök az ujjamra, megfeketedik. És egy idő után kinő, ha minden nap ráütök, nem fog kinőni. Tehát tulajdonképpen ez a glifozát, ez a betegségek, és ezek a, hogy mondjam, ezek a táplálkozás epidemiológia, az a tudomány, hogy a betegségeket hozd össze a táplálkozás megváltozásával. Tehát ugye ez lett volna itt egy kis bevezető ezzel kapcsolatosan, és ugye hát gyakorlatilag ezek nagyon érdekes történetek, mert ugye én agrármérnök vagyok, állattenyésztőként dolgoztam,
csak hát én mindig a vízilovakkal voltam, tehát ugye mindig az állatokkal voltam, nem pedig a profittal. És ugye gyakorlatilag de 90-ben a holland megkérdezte tőlem, miért tartjuk mi a sertést. Hát mondtam, hogy a húsáért, meg a bőréért. Azt a Hollandiában nem azért tartják. Hát mondom, miért? A profitért. Na most ugye az a legszebb dolog, amikor természetgyógyászként jön hozzám egy nagyon nagy gazda, aki jól él a profitból, csak beteg maga. És akkor ő szeretne meggyógyulni. Hát amit te csinálsz, azt ne edd meg, ennyire egyszerű a dolog. Na, tehát akkor kezdjünk el elő a táplálkozás epidemiológiáról beszélni. Ugye én könnyű helyzetben vagyok, mert ugye a sertésnek a generációs intervallum az 14 hónap. Az embereké meg 30 év. Tehát a doktor úrnak 800-900 évig kell élni, hogy annyit lásson, mint én. És ráadásul ugye egy falu, egy nóta. Egy sertéstelepen ugyanazt a takarmányt eszik a malacok. Elmegyek egy másik sertéstelepre, ott meg más tetetnek, és akkor összevezetem a dolgot, és egy adott telepen belül ugye lehet korosztályokat, meg csapatokat kinevezni. És ugye, hogy most a kanoknak a fertilitásával komoly problémák vannak. Cseréljünk? Ezt már lefárasztottam? Nem. Tehát a kanokkal fertilitásával nagyon sok probléma van. És akkor a Kesztyűs Lórán orvosi kórélaton könyve, 1975-ös kiadású mondom, és akkor a szabad aminósavaknak a kórélettani leírása az 80 oldal. Én amikor azt megtaláltam, hát mondom, ezek a takarmányosok, meg ezek az állatorvosok, ezek miről beszélnek? Hát itt van a törvény, a biológiai törvény, hogy a lizin-arginin antagonizmus miatt, ha arginin hiány van, akkor ugye a spermium az a kis autó, a prostata váladék az az autópálya, és sérül az autópálya, sérül a kis autó is, és akkor a spermium nem fog oda eljutni. És ugye kanoknál természetesen mi vizsgáljuk a spermának a túlélését, meg az anomáliákat, tehát ilyen morfológiai anomáliákat, és akkor ugyanazok vannak, mint az embernél. És akkor véletlenül, ugye én csináltam egy állatgyógyászat gyógyhatású készítményt, és akkor fölhívják a laborból a sertéstelepet, hogy mit csináltatok a 70 kannal. Mert miért? Mi a baj? Hát baj nincsen, mindegyiknek jó spermája. És akkor elkezdenek nyomozni. Na, mi történt vajon, hogy most akkor... Nagyon egyszerű, az állatgyógyász egy gyógyhatású készítményt elkezdte kitatni a kocákkal, csak egy vízrendszeren voltak a kanokkal, és az arginin hiányt ugye helyreállítottuk, és gyakorlatilag ugye a spermiumnak a nyakába van az energia. Ott nagyon sok mitokondriális energiatermelés van. És aki bólogat, akkor lehet, hogy tudja ezt, lényeg a lényeg. És ugye a mitokondriális működés is ugye arginin függő. És akkor, amikor a kocák kettes típusú cukorbetegek lesznek, szóval igen, azok lesznek, tehát inzulin rezisztenciájuk van, és ugye gyakorlatilag policisztás lesz a petefészkük, a kocalányoknak, akkor én elmagyarázom, hogy ezt rendben lehet hozni, és az édesanyának elmondom, és 3 hónap után azt mondja, hogy oké, rendben van, megy a ciklus a kislánynak. Na, de leginkább most ugye mindenkit érintő, én a bélbetegségekről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon sok bélbeteg ember van. Na most ezt nagyon könnyű diagnosztizálni, mert a Béki tanár urat, a természetgyógyászt megidézve, aki az én tanárom is volt, vagy többeknek is, ugye mit mondott Laci bácsi, hogy milyen a jó széklet. Az eleje kúpos, a vége kúpos, a konzisztenciája egyforma, egy csuttyantásra kijön, így mutatta a Laci bátyám, ez egy csuttyantás. És amikor az ember megnézi, hogy ó, de ügyes voltam, ennyi idő alatt ezt így, igen, ennyi idő alatt ilyen ügyes voltál, ez a csuttyantás. Ugye nem hagy nyomot a WC csészén, és a papírt is alig kell használni, és gyakorlatilag az illat az olyan, mint a friss tavaszi szántásé. Mert azok a butirát termelő baktériumok lennének. Na most ugye azt elmondtam, hogy ugye régen nem volt Tesco, és ezért nem éltünk táplálékbőségbe. Tehát most valaki föl szeretne venni mondjuk
500 g fruktózt, az bemegy a Tesco-ba, aztán telepakolja a kosarat, nem is olyan sok dolgot kell beletenni, és akkor megvan az 500 g fruktóz. Hát mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt, hát ahhoz meg kellett tenni legalább, mit tudom én, 30, 40 vagy 50 kiló almát. Hát annyit nem tud megenni. Na most ezek a hatások érnek bennünket, és gyakorlatilag, mivel nem értünk táplálékbőségbe, ezért ugye a Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy amit enzimes emésztése meg lehet emészteni, azt emészszük meg, és annak föl kell szívódni. Fontos, föl kell szívódni. Már nem szívódik föl, a vastagbélbe baj csinál. Na már ezzel is vannak problémák, hogy a vékony bél hogy működik, mert én már laktózérzékeny vagyok, én meg gluténérzékeny vagyok. És akkor meg szoktam kérdezni, a csecsemő, az meg tudja emészteni a laktózt? Tessék? Igen. Na most, aranyos, valóban az anyatejben van, de a emlő bimbón keresztül a tejjel együtt az anya még tesz mellé valamit, a laktóz mellé, tejsav baktériumot, és gyakorlatilag a tejben a cukor nem enzimes emésztés céljára van benne, hanem fermentáció céllal. Mivel a csecsemőnek nincsen még sósavas pepszin termelése, valaminek le kell, hogy savanyítsa a bélcsatornát, és ez a cukor, ami egy galaktóz és egy glükóz, ez a diszaharid, fermentálódik, és tejsav lesz belőle, és ez a tejsav fog energiaforrásként hasznosulni. A csecsemőnek a vércukor szintje 2-es. És tulajdonképpen a csecsemőnek van egy ketogén táplálkozása, mert a szénhidráthoz nem jut. És mégis az a csodálatos fejlődés, az bekövetkezik. Tehát a teremtésnek vannak ilyen érdekes dolgai, hogy azért, mert mi a diszaharidot bontó enzimet, ami az enterocita, a vékonybél hámsejt kefe szegélyén van, mi azt elkereszteltük laktáz enzimnek, az nem laktáz enzim. Na most mi a baj a laktózérzékeny embernek? Megszoktam kérni, hol termelődik a laktáz enzim? Hát a májban. Nem. Az egészséges bélhámsejt, ami egy külön kis élőlény, annak a kefe szegélyén, mint a fűfej, ismerik a kopasz kisfiú, locsoljuk a fejét, és kinő a fűszál. Na ezek a fűszálak, ezek az enzimek. Tehát nem egészségesen fejlődik ki a bélhámsejt, és nem tudja ő megcsinálni, mert ő csinálja meg ezt az enzimet. És ugye, amikor én azt szoktam mondani, hogy laktózérzékeny embernek gyártunk laktózmentes tejet. Hát ez gazemberség. Még 900 forintért vettem már, nem magamnak, csak úgy szórakozásból, laktózmentes tejet. Ugyanis nem egészségesek a bélhámsejt, ha nem egészség a bélhámsejt, akkor a bélhámsejtek nem tudnak összekapaszkodni. Ugye ott van egy tight junction, egy ilyen csomópont, ami sima izomkis szálak, azok húzzák össze. És tulajdonképpen ezek sérülnek, csak akkor a tejben lévő laktoglobulin, mint savófehérje, és az immunglobulinnak antigén hatása van. Ez az egyes típusú cukorbetegségnek az oka. Ez a fitness reggeli, pehelyesített gabona, tehát nedves gőzzel föltárt gabona, cukrozott tejbe beletéve egyenes út a egyes típusú autoimmun cukorbetegséghez, azért mert a mimikri az a béta laktoglobulin, mert olyan nincs az anyatejben, csak a tehéntejben van, mint savófehérje. Az átmegy a szivárgó bélen, ellene termel ellenanyagot a szervezet, és gyakorlatilag elpusztítja a glikodelin nevezetű immunfehérjéket. Azért mondom el ilyen részletesen, és mi ez az immunfehérje közreműködik abban, hogy a saját immunrendszerünk meg tudja támadni a béta sejteket a Langerhans-féle szigetekbe, de ez a glikodelin nevezetű immunfehérje védi a ménnyálkahártyát és a fiúknak a prostatáját is. Na, most ez a kitérő volt a laktóz miatt, tehát ha megyünk a bélbetegség felé, tehát nem jó, ha emésztetlen bél kerül a vastagbélbe, mert azon csak a rossz baktériumok tudnak szaporodni. Minek kéne bejutni a vastagbélbe?
Hát ugye nem volt Tesco, nem éltünk táplálékbőségben, amit tudtunk, megemésztettük, amire meg nem volt enzimünk, és még tudtuk használni. Ez a fiatal, leveles zöldségben lévő pektin és hemicellulóz. Azon tudnak elszaporodni a jó bélbaktériumok, ezek a rövid célláncú zsírsavakat termelő baktériumokat, és aztán most a női szépségről fogunk még beszélni egy kicsit, hogy akkor a bélbaktérium az hogy jön össze sok mindenféle ilyen esztétikai dolgokkal, majd azt is remélem oda is eljutok. Tehát visszatérve ide, a rövid szénláncú zsírsavakat termelő baktériumok, és leginkább a butirát, a vajsav termelő baktérium. Na most a vastagbél hámsejtnek az élettartama az 8 nap, a vékonybél hámsejteké 15. A széklet 10-15% az elhalt bélhámsejt, és gyakorlatilag naponta 25 millió bélhámsejt képződik. Hát mikor 25 millió valamit megcsinálunk, mi mondjuk gyertyát, akkor néha bele tudunk hibázni azért, igaz? Mert az nagyon sok gyertyából az 1-2 hiba lehet. Hát így van a vastagbél sejtből is 1-2 hiba is ez a daganatos betegségnek az elindulási folyamata. Tehát ha van butirát, az táplálja a vastagbél hámsejtet. Ugyanis a vastagbél hámsejtek kizárólagos tápláléka az a butirát, a vajsav. Tehát aki pizzát eszik pizzával, az bélbeteg lesz. Ha nem eszel levelet, zöldséget, nem lesz olyan szép a székleted, amit én elmondtam. És a harmadik dolog, hogy akkor a vastagbél hámsejtek nem szabályosan szaporodnak. És a butirát az úgy tud belépni, a vastagbél hámsejt ugye trikarbonsav ciklusába, tehát a Szentgyörgyi Krebs-féle ciklusba, ez a hatékony energia termelésének a ciklusa, mert ott ugye 36 ATP képződik, szemben a glikolízissel, ahol csak 2. Na mindegy, lényeg, oda oxigén kell. És honnan vonja el a bélhámsejt az oxigént? A vastagbélből. És kinek kell az oxigén a vastagbélből? A rossz baktériumoknak. Tehát, ha meg elszaporodik a vastagbélben a butirát termelő baktérium, ő is termel bakteriocin anyagot. Tehát olyan anyagot, amivel a rossz baktériumnak a szaporodását gátolja. Tehát egy bélbarát antibiotikum képződik a vastagbélbe, ha eszel sok levelez zöldséget. Ha nem eszel, nem lesz. Tehát tulajdonképpen ugye itt vagyunk mi szinkronban nagyon, hogy tehát gyakorlatilag én nem vagyok híva a ketogén táplálkozásnak, ketogén táplálkozás mellé nagyon oda kell tenni a fiatal levelez zöldséget. Na most ugye a ló az mikor almásodik ki? Tavasszal. Ugye nem tudják mi a kiálmásodás, ugye nagyon fényes lesz a szőre, a pásztor azt mondja, fényes a szőre, nézd meg milyen egészséges, és ilyen alma nagyságú szép rajzolatok vannak rajta. Ilyen lesz a nőknek a haja, hogyha jól táplálkoznak, a vastagbélben rend van. Na most következő a helyzet, és ugye ezek ott rövid, elágazó szénláncú zsírsavak, tehát azért kell oda. És ugye érdekes módon, ugye nekem van egy több mint 12 éve hozom be Kárpátaljáról, én tartok, hát hogy mondjam, életbe egy almali üzemet, mert minden alma törköt megveszek tőlük. Ez olyan 20-25 kamion, és ugye azt takarmányozásra használom, és ugye azok nem lesznek bélbetegek, azok az állatok. A koca, ha megellik, akkor jó lesz a mikrobiomja a kismalacnak, nem lesz hasmenése, mert már ott kezdődik a baj, az édesanyja se jól táplálkozik. És ugye, ha a teremtés logikáját nézzük, hogy lemegy 2 is felesre a pH-t, a szalmonellát megöli, igaz? És akkor a probiotikumot nem öli meg? Ja, hogy azon kicsit gondolkozunk már, és mikor nincsen olyan alacsony pH, amikor pici a gyerek. És tulajdonképpen édes anyától kapja meg. Csak hát, mikor a helikobakter fertőzés van, és adunk neki antibiotikumot, vagy egy egyszerű fogászati beavatkozás van, és abban a pillanatban nyomnak egy széles spektrumú antibiotikumot, akkor megölnek mindent. Itt ez a baj. Na, tehát a bélegészséghez vissza, szép, egészséges bélhámsejt csak attól tud kifejlődni, a fiatal levelez zöldséget fogyasztasz, vagy nem almát, mert abban fruktóz van, azzal már baj van, mert a fruktóz nem tud felszívódni, az egy monoszaharid,
és ugye ahhoz egy gluténtranszporter kétféle molekula kell, ami hordozó molekula, és hogyha nem egészséges a bélhámsejt, ez a fruktózérzékenység, akkor ezeket a hordozó molekulákat a szervezet nem tudja megtermelni. És ugye gyakorlatilag akkor a fruktóz az biztos, hogy hát én nem mondjam már, hogy gyümölcsöt nem ehetek. Hát én úgy szeretem a gyümölcsöt, én is egyébként, de azért, mert várja a rossz bélbaktérium, és szól neked, hogy egyél már valami cukrot kicsi szívem, mert hát itt éjjel halunk. Na, tehát gyakorlatilag fiatal levele zöldség és butirát vajsav. Enélkül nincsen bélegészség, és akkor olyan lesz a széklet, mint a Béki tanár úr mondta, és akkor nem lesz, mert ugye mitől van szorulás? És ugye itt hát ugye a Bardóz doktornőnek az előadáshoz kapcsolódva, ugye ez a glifozát, ami mindenben benne van már, a társadalomban nem tudom megoldást, az egyénre igen, azt el tudom mondani. Mi gyakorlatilag jártunk takarmányt, ugye GMO-mentest, meg szabadaminós-mentes takarmányt, és ugye ha én elmesélem a mangalicáknak a történetét, hogy már mangalicák nem szaporodnak, mert a kanoknak nem jó a spermája, a méh keringése nem jó, ha még vemhesül is, akkor is ugye elkezdenek növekedni a malacok, de a lizin-arginin antagonizmus miatt gyakorlatilag a méhben nem épülnek ki kellő számmal a vérerek, ezért születnek úgynevezett intrauterine growth retardation, tehát méhen belül korlátozott növekedési magzatok, és ezek egyszerűen felszívódnak, és amikor a tudomány által tanított, egyébként én azt mondom, adott esetben jó szándékú fiatal agrármérnökök, ugye, akinek megtanították, hogy a lizin és a treonin meg triptofán arány mennyi metionint kell beletenni, mert nekem is megtanították, csak aztán, amikor mondtam nekik, hogy gyerekek, hát mindent úgy csináltok, mint a tudomány jelenlegi állása szerint, aztán 90 kocától választottatok 56 malacot. Hát ezt azért a paraszt úgy mondta, hogy ezt azért nem tűzöd a kalapod mellé, öcsém. És eltelt 3 ciklus, és akkor most már választanak a 90 kocától 620 malacot. Ja, miért? Azért, mert kimaradt a génmódosított szója. Azért, mert kimaradt a lizin a szabad aminósavként, és azért, mert még a kanok is ezt teszik, és akkor a kis autó az nagyon gyorsan tud menni az autópályán, ugye engem is többször lefényképeztek már, azért, mert rendben van. Egyébként idefelé is 2 trafipax volt. Komolyan mondom, mintha itt valami mintha összeesküvés elmélet van, hogy akik ide jönnek, büntessük már meg, hogy jövőre ne jöjjön. Na, tehát akkor a bélegészséghez a butirát. Na most miért következik a vastagbél probléma után mindig máj probléma? Azért, mert a máj sejt erőművének és a májnak óriási az energiaigénye. A máj sejt erőművének, tehát a máj sejt mitokondrium kizárólagos tápláléka a butirát. És minden bélbeteg ember az mentálisan nincs rendben. Azért nincs rendben, mert ha bél, tehát a vérbe ott kell lenni a butirátnak, és gyakorlatilag a vérér agyvizsgálaton be kell menni az agyvízbe, és a bolygó idegen keresztül nyugtatja a szervezetet, hogy mit stresszelsz. Vastagbélben rend van, mert az immunrendszerünk 80%-a vastagbélben van, tehát 2,5 kg baktérium él mindegyik, mindenkivel. Ha nem jó baktérium él, az a illetőnek a problémája. Nekem van most egy 4 óra 16 perces előadásom fönt a YouTube-on, az a címe, hogy az ép lélektől az álmokfutó tömeggyilkosságig. Szeretem ezeket a nagy számokat, mikor ugye valaki egy ilyen, nem szeretem az ilyen trendi palikat, akik fényezik magukat, és akkor, mert most én nem is tudom, Milánóban voltam konferencián, és akkor Milánóban mit mondtak valaki? Na figyelj csak ide, 600 millió malac születik egy fél év alatt. 600 millió malac megnő. Mind a 600 milliónak csontritkulása van. Na erről beszéljük, ne arról, hogy 6 kisegérrel ki mit csinált. Na, visszatérve ide, tehát ugye a vérér agyvizsgáthoz, hogy a butirátnak be kell menni, és ha nem megy be, akkor a bélbaktériumok, amik rosszak, azok hogyan csinálnak mentális problémát. Tehát Amerikában ez a mass shootings, ez a tömeggyilkosság, oda 4
ember kell, hogy megöljön, és akkor kerül be ebbe a kategóriába. 1900 és 1990 között, 90 év alatt évente 1-2 volt. 95-ben engedélyezte, 96-ban a génmódosított szóját, és ugye akkor engedélyezték a lizint szabad aminósavként is, mind a kettő belejátszik, csak nem lesz idő elmondani. Akkor évente 5 volt. 2010-ben évente 20 volt. És akkor onnantól kezdve kezdett el nőni, mert 2014-ben emelték föl a glifozátot, 0,1 mg per kilogramm volt a határérték a Food and Drug Administration engedélyébe, csak nem is 99-ben már fölemelték 20-ra, ugye Amerikában már 40, nekem vannak olyan vizsgálati adataim, hogy argentin szójában több mint 100 mg-ban. No, tehát gyakorlatilag ezek ugye megölik a jó bélbaktériumot, ennyire egyszerű a dolog, és hát nem én mondom ezt, hanem Don Huber mondja, aki 0,1 mg per kilogramban ott van, akkor megöli. Tehát 2010-ben már évente több mint 273 ilyen tömeggyilkosság volt, és 2023-ban pedig 690. Az ADHD, az autizmus, ezek mind-mind idegrendszeri problémák, az ADHD-ba következik az impulzív agresszió, az olyan agresszió, ugye most az úr olyan csúnyán néz rám. Nem tetszik nekem az úr, tehát most. De miért néz rám ilyen csúnyán? Tudom, hogy nem néz, csak azért mondom, vélt vagy valós sérelem váltja ki ezt az impulzív agressziót. De tudom, hogy nem néz rám, most nem magával van baj, bocsásson meg. Tehát vélt vagy valós sérelem ér, vagy mondhattam volna bármit. A hölgy meg akar tőlem valamit, biztos. Na, komolyra fordítva a szót, tehát ez a vélt vagy valós sérelem miatt válik agresszívvé. De nem, az a társai, a többi 90-95% gond nélkül, hát többször néztem önre, mosolyog, tehát nem... Tehát Isten őrizze, hogy meg akarom bár. Amúgy is olyan szép a pólója. Na, de egyébként csak a hölgy tetszik nekem jobban, tehát ne aggódjon. Jó, mert az LMBTQ-nak is ez az oka, de akkor sikerült földobni a társaságot. Na most következő dolog, tehát gyakorlatilag, ha bélbaktérium rendben van, a mentális egészségünk is rendben van, azért, mert a legelső baktérium, amit megölünk, azt úgy hívják, hogy Bacillus subtilis. Ezt úgy szénabaktérium, ez mindenhol ott volt, talajba is, tehát tulajdonképpen talajból jönnek ezek a baktériumok nekünk. Hát mi egy ökoszisztémában élünk. Hát ugye miért jó menni állatot simogatni? Hát miért élt az én kántor kutyám, ami egy német juhász kutya volt 15 évig? Azért minden reggel bement Dalmának a boxába, az egy ló, és minden reggel megevett egy jó meleg lócitromot, és ezért élt olyan sokáig. Vagy miért van az, hogy a nyulaknál van ilyen koprofágia, ami azt jelenti, hogy saját bélsarát megeszi. Figyeld a teremtést. A nyulaknak pont olyan az emésztése, mint a lovaknak. Tehát a vastag bélben van a fermentálódás. És ott nagyon sok jó baktérium van, termel egy csomó anyagot, ami neki nagyon kell, mert nincs benne a takarmányba. És akkor megeszi. Na, lényeg a lényeg, hogy a bélbaktériumok mindent eldöntenek. Enélkül nincs bélegészség, mert megöljük a jó bélbaktériumokat, megetetjük a rosszakat az emésztetlen szénhidráttal, meg főleg a fruktózzal, mert naponta 10-12 g fruktózt tud felszívódni. Mai gyerekek 250 g fruktózt vesznek be. Nincs megoldás. Tehát ezt a cukros üdítőt, ugye gyakorlatilag, aki ezt kitalálta, nem akarok beszélni a 12 cukorgyárról, mert répacukor az diszaharid. A szénhidrátok diszaharidként szívódnak föl, nem monoszaharidként. Ezt nem jól tudják. Infúzióba lehet tenni monoszaharidot, az energiát ad, de peros, tehát szájon keresztül nem. Na most következő dolog, megetetjük a rosszakat, és éheztetjük a jókat. Ennyi a probléma. Na most ez mennyi idő alatt változik meg? 3 hét alatt. Csak ugye kérek egy gumikalapácsot, és amikor valaki oda akar nyúlni olyasmit, nem szabad, akkor ráütök a kezére, hogy ezt nem.
Ugye szoktam mondani, hogy fiatal nőknek összeköltözünk 3 hétre, én rendbe teszem magát. Tehát, na most ne adj Isten, még gyereke is lesz, de hát nem együtt. Azért, mert a glifozátnak óriási a szerepe és a lizin szabad aminósavként való használata, óriási a szerepe ugye a szaporodásba. Tehát ugye ez megint jelentősen. Tehát ugye mondtam a tegnapi előadásom is, hogy a génmódosítást kivezetnénk, a szabad aminósav használatot, ezt nem nagyon értik az emberek, az finom. Tehát a béki tanár azt mondta, hogy bemegyünk a benzinkútra, veszünk egy chipset, és akkor elkezdjük enni, méhesek vagyunk. És még a félig megeszi az ember, a fene egyen meg, hát 2 kellett volna venni, hát olyan éhes lettem ettől, hogy ihaj, mert finom. És akkor, mikor már keressük, hogy van-e még benne esetleg, fú, de jó lenne, még lenne, nem így van? Akkor a sarokból még a maradékot is kivesszük, és ugye a tanár úr azt mondta, a végén még az acskót is megesszük már. És ezt függővé tesszük az állatot, tehát az embert is. Hát ugye mai fiatalok ketchup, hát mondom, és akkor nem. Tehát ő meg se tudja már enni a krumplit ketchup nélkül. És a benzinkúton mit kér bele? Majonéz, ketchup vagy mustár? Mit szokta? Mind a 3-at. És az tele van lizinnel, meg tele van fruktózzal. Mert finom. Itt ez a baj, hogy finom. És ugye bennünket is manipulálnak, hát ugye a franchise rendszerben működő ugye éttermekről nem beszélek, tehát az tragédia. És ugye amikor látom ezt, hogy mi magyar termékeket használunk, jaj Istenem, mindjárt sírva fakadok, és amikor megveszed a, mit tudom, én is voltam, amikor gyerekeim kicsik voltak, csibefalatok, égett az embernek az ajka körbe. Mert, és hogyha én, mikor elkezdtem gyártani malasztápot, tehát itt a csecsemők hozzátáplálásról is jó lenne kicsit beszélni, mert ez egy külön történet, hogy már hogyan rontjuk el a csecsemőket, azért mert én tudom, hogy a kismalacoknál hozzátáplálás korán leválasztva, mikor milyen bélproblémákat okoz egyébként. Na mindegy, lényeg a lényeg, elkezdtem gyártani malactápot lizin szabad aminósav nélkül. Odaadtuk a malacnak, ették. Szép volt minden, nagyszerű, odaadtuk egy olyan malacnak, aki már evett ipari takarmányt, egyszerűen nem ették meg. Mondom, fölhívtak, hogy figyelj, ezt nem eszi. Hát ez nekem olyan jó, ízlik, meg tetszik, meg minden, de nem eszi. Mondom, várj egy kicsit, ami nem evett a másikból, annak kezdjed odaadni. Függők leszünk. Tehát erről én tudnék mesélni nagyon sokat, és ugye az a 0,4% csinálja ezt a nagy bajt, az aranyér probléma, a végbélőesés, az összes máj probléma, meg a keringési probléma. Hát munkahipertrófiás szíved lesz. Na, visszatérve a bélegészséghez és a kenyérhez, mert ide is el akartam jutni. Tehát, ugye, hogy sokkolja az ember a tegnapi előadás után, egy öreg úr odajött hozzám, és azt mondja, ezt komolyan gondolom, ezt a teljes kiörlését, hogy lassan ölő méreg. Igen. Tehát ugye van ilyen, hogy in vitro, meg van olyan, hogy in vivo. In vitro az a kémcsőbe. Megvizsgáljuk, hogy mennyi aminósav van benne, milyen makro-mikroelem, milyen cukrok vannak benne, milyen zsírsavak benne van, és ez tökéletes. Ez nagyon szép ez a beltartalom. És akkor azt mondom, hogy te szívesen elfogyasztanád, mondom egy okos biológusnak, vagy egy okos vegyésznek. Hát ez teljes értékű. Ez monodiétában, tehát nem kell más tenni az embernek, ez mindent fedez. Én mit mondok neki? Ezt ne edd meg azért, mert tudod, minek a beltartalmi eredménye ez? Ez a gyilkos galócáé. Csak abban a struktúrában, amiben benne van, abban méreg. Na most jelen pillanatban az élelmiszereket, a takarmányokat is mi a beltartalom alapján értékeljük. Tehát ugye a professzor asszony ugye munkájuk a lektinekről szólt, és ezek a lektinek, ezek gyakorlatilag, ezek nagyon durva problémát tudnak csinálni a szervezetbe, nem véletlenül, mert a búza szem az a búzának a gyereke. Minden anya védi a gyerekét. Tele rakja ilyen lektinekkel is, ahhoz, hogy problémát csináljon annak az élőlénynek,
aki meg akarja enni a gyerekét. És akkor nézzük meg a búzaszemet, a búza csíra agglutinin fehérje. Agglutináló, kicsapó, tehát a nevébe benne van. Egyébként ezt a fehérjét használják a génmódosított szervezetek előállítására, paradicsom meg egyéb. Mi meg a teljes kiölésűvel megesszük. Na de régen nem ettük meg, régen nem darálót építettünk, hanem malmot. És nem is akárhogyan, mert ezek a műszaki fejlesztések, meg ezek a szabadalmak mind arról szóltak, hogy a csírát miért, minél jobban tud kiválasztani. Ugye a másik nagy probléma, ugye az a korpa. Na most ugye ez az élelmi rost. Ha valaki megnézni a korpának az élelmi rost tartalmát, és akkor valaki megnézi, 63%. Hát ennek legnagyobb az élelmiszer rost tartalma, vagy élelmi rost tartalma. Hát ez nagyon jó. Aki ezt kitalálta, az gazember volt. Mert azért, mert tulajdonképpen a lignint az beletette a rost kategóriában. Most mi a lignin? Lignin az, amikor hogy a búza elkezdi érlelni, vagy kinyomja a kalászt, és akkor ő már tudja, hogy az a kalász az nehéz lesz, ha a szemek kitelnek. Tehát meg kell erősíteni a szárát, az meg egy kis vékony. És akkor képződik meg a növényeknek a csontváza, ez a lignin. Az egy polifenil. A lignum szó az deszkát jelent, az fa. Tulajdonképpen a fa a fában, mint tartós építő anyagban, abban a legtöbb a lignin. Az tiszta lignin. És gyakorlatilag azért olyan tartós és azért jó építő anyagnak. Azért, mert csak a gombák tudnak hozzáférni, ha nedvesség van. Na most valamennyi lignin kell a bélbe, azért én nem vitatom annak a szerepét, mert valamennyi kell. Na de azt jelenti, hogy azon nem tudnak a rövid szénláncú zsírsav termelő baktériumok elszaporodni, mert nem tudnak rajta. És ráadásul a korpa alatt van az úgynevezett aleuron réteg. Tehát ha én ezt egy dietetikusnak vagy gastroenterológusnak elmondom, mi az aleuron réteg, nem tudja, mert nem tanult botanikát, meg nem tanulta meg a búza szemet. És ugye gyakorlatilag az pedig tele van fitáttal. Az egy durva növényi lektin, amiben be van zárva a kálcium meg a foszfor, és tulajdonképpen 6 ortofoszforsav molekula körbe, kálcium, magnézium, cinkréz, mangán, molibdén, tehát az összes makro-mikroelem benne van egy növényi lektinbe. Azt csak fermentációval lehet lebomlani, a főzéssel, sütéssel, meg melegítéssel nem. Na most a kovászos kenyérben az aspergillusok termelnek fitázenzimet, és a kovászos kenyérbe gyakorlatilag a fitátok lebomlanak, és a fitát az egy masszív bélgyulladást okozó anyag. A korpának nagyon magas a foszfor tartalma, mert tele van fitáttal. Nem tudja szétválasztani. Az se jó, ha kenyérbe van, a korpát eszel meg, akkor főleg nem jó. Ugye az Utrecht Egyetemen volt egy kísérlet, hogy korpát tartalmazó étrendet írtak föl bélbeteg embereknek, és ilyen vízben oldható fermentáltó rostot tartalmazó étrendet írtak elő. Ezek olyan 70-70 ember volt, meg volt, aki placebo-t kapott. A korpás kísérletet le kellett állítani, mert úgy romlott az állapotuk. Na most ugye, amikor bélbeteg embernek, bélbeteg lónak korpát adnak gyerekek, és mind gyógyul meg a bélbeteg ló, mind fog kialmásodni, még januárban is kialmásodik a... Olyan rövid ez az előadás, tudnék vetíteni olyan szépeket, hogy aki még itt el akar indulni 100 méteres síkfutásba, hogy tudok rajta segíteni egy kicsit, azért, mert a táplálkozás a sport teljesítményt befolyásolja, és ugye az ügetőn egy csikó, amit ugye én takarmányoztam, és ennek az alma törköly nagyon fontos tápláléka volt, hogy fut. Na, lényeg a lényeg, visszatérve ide a búza szemhez, ugye a másik a fitát, ugye a harmadik ez a glutén, ami allergén. Tehát az nem lektin, ugye ez egy fehérje, és a kovászban lévő gombák által termelt proteáz, piateáz enzim, az lebontja a glutént apró darabokra, ami kisebb lesz, mint az epitóp, ami gyulladást tud okozni. És gyakorlatilag a
következő nagy probléma ez a FODMAP. Mély tiszteletem, szervez. Ez a FODMAP, ez a fermentálható cukor. És ugye, amikor, ugye mindig volt régen kémia könyve, hát, hogy ellenőrző kérdések, és akkor, hogy megértette a gyerek az anyagot, hogy miért nem ellenőrző kérdés, miért nem penészedik meg a kovászos kenyér a földes kamrába, kisegér kétszer végigszalad rajta mindig, 10 napon keresztül a kovászos kenyér. És az adalékos kenyér, amiben van penészgátló, de nem is kevés, azért, hogy kinyírja az embereknek a pajzsmirigyét, mert az egy bifenil, és attól vannak a göbök, akkor miért nem lesz penészes a kovászos kenyér? Mert a kovászban ebből a fermentálható, tehát FODMAP, fermentálható diszaharid, monoszaharid és cukoralkohol, ebből csinálja meg a gomba, meg a baktérium, a széndioxidot és a szerves savat, ami tartósítja a kenyeret. Nincsen benne cukor. Keményítő, ez nem tud hozzáférni. Csak keményítő van. És miért nem szabad adni egyen hagymával a dietetikusoknak, hogy teljes kiölésükkel a cukorbetegnek, kevesebben a szénhidrát? Nem. A cukorbetegnek fermentált kenyér kell, kovászos kenyér kell, azért, mert abba elbomlik a cukor, és a cukor tud gyorsan fölszívódni. A keményítőt le kell bontani lassan, az lassan szívódik föl. Tehát cukorbeteg kontra kenyér nem teljes kiörlésű, van a kevesebb a szénhidrát tartalma, nem, kovászos kenyér, mert abban nincsen cukor. Na most, és akkor tulajdonképpen itt jön a következő dolog, hogy ugye a kovász. Hát ugye ez maga a csoda. Ugye azért, mert olyan, mint a szimfonikus zenekar, mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek tudni kell, mikor kell belépni, ugye a cintányéros csak egyszer üthet, de jó nagyot, és akkor mindenki tudja a dolgát, a karmester meg a jóisten, és akkor elkezdi vezényelni ezt. Anyám még a kulcsukat is bedugta, hogy ne legyen húzat, azért, mert ugye ott 26-28 foknak kell lenni, és ugye gyakorlatilag azon a hőmérsékleten tudtak jól. És ugye miért kellett dagasztani? Hát azért kellett, hogy meddig kell dagasztani, nem tudom, tudják-e, meddig kell dagasztani a kenyeret, amíg nem csöpög a padlás. És ugye, hát azért, mert oda kell vezetni mindig az oxigént, a széndioxidot mindig el kell, tehát tulajdonképpen ez a felület aktívnak kell lenni, tehát nem azért szitálják meg a lisztet, hogy ne legyen benne egérkaki, nem, hát föllazítják, hogy oxigén ott legyen mindig körülötte. Tehát ezek olyan mikrobiológusok, meg biokémikusok voltak ezek a parasztok, hogy hát most tanítani kell neki, mert ha megkérdezem, nem tudják. Igaz? Na most következő dolog. És ugye, amikor elindul szépen a fermentáció, és beszéltem az exotoxinokról, ott van mindenki, ott vannak a rothasztó baktériumok, ők szeretnének szaporodni, és akkor támadjuk már be a kovászt, hát ez finom. Jönnek a jó B-baktériumok, termelik ezt az exotoxint, és azt mondja, te menjél innen, te nem kell lesz ide. De ők egymást ismerik, aki a szimfonikus zenekarban van. És a következő lépés, hogy közbe termelődik ez az úgynevezett exotoxin, és ugye sajnos ugye a baktériumok meg a gombák elpusztulnak a sütés során, de az exotoxin, tehát a bélbarát antibiotikum nem. Na most tessék választani, kovászos kenyér minden nap egy bélbarát antibiotikumot eszel meg, ami neked a rossz bélbaktériumot azt mondja, hogy ne gyere ide, és az adalékos kenyérbe meg határérték nélkül lehet belepakolni a szója lecitint. Ne reménykedjél, neked már nem jut, barátom, GMO-mentes szója lecitint. Majd végén bemutatkozunk egymásnak, mert semmi rossz szándékom nincsen. Tehát gyakorlatilag nem jut, és azzal mit viszel be? A glifozátot viszed be. A másik dolog, kész szerves savat adnak hozzá, mert ugye be kell állítani a kenyérnek a pH-ját, és ugye a széndioxidot pedig meg kell termeltetni valakivel, hogy 30 perc alatt ez az útszéli szerelem, ez így szoktam mondani, hogy az olyan a adalékos kenyér, mint az útszéli szerelem, az hamar megvan, de nincs semmi értelme.
és ugye az élesztős kenyér, hát meg az a luxus kategória, de azért az se jó, mert nem jó. Tehát egyféleképpen lehet megenni a búzalisztet fermentálva. Na, tehát tulajdonképpen, és az a másik dolog, a penészgátló, ami egy bifenil, és tulajdonképpen a pajzsmirigyünk is egy bifenil. Közben lehet, hogy már még van idő. Bifenil. Tehát gyakorlatilag a pajzsmirigy problémának döntő részben azért a búza csíra agglutinin fehérje. Tehát ugye a pajzsmirigy hormont az nem a pajzsmirigy termeli meg. Ugye régen ugye nem is tudták, főleg a lányok nem tudták, hogy van pajzsmirigyük. Nem. A tiszteletes úr az fenyegette a lányokat egyfolytában, hogy szüzen kell férjhez menni, na de olyan volt a libidójuk a lányoknak, hogy hát nem mindig sikerült azért, pedig ezért aztán mentek is, aztán meg is gyónták a bűnüket. Azért, mert ha a pajzsmirigy rendben van, akkor a libidó is rendben van. És ugye a dopamin termelés rendben van, viszont ha nincs rendben a libidó, az azért nincs rendben, mert nincs rendben a pajzsmirigye, nem termel dopamint, és ugye akkor megemeli a prolaktint, ez egy hormon, ami nem engedi meg, hogy babája legyen. Na most, ha nagyon megijesztem a kislányt, akkor 5 hónap alatt lesz baba. Mert most már tudják, hogy a prolaktin magas, adnak rá gyógyszert, de nem gyógyszer nem lehet beállítani. Tehát pajzsmirigyet kell rendbehozni, és a pajzsmirigy termel többféle anyagot, lektin típusú anyagokat termel a pajzsmirigy. A tireoglobulin és a tiroid peroxidáz enzim mind a kettő lektin típusú. Tehát azt megtermeli a pajzsmirigy, és annak a felületén, a tireoglobulin felületén termelődik meg a pajzsmirigy hormon a tiroid peroxidáz enzim segítségével. Na most, hogy honnan tudom én ezt? Ezt egy állattenyésztési könyvben, egy nagyon jó, általam nagyon szeretett állattenyésztési könyvben, ezek még régi, jóvágású, nyikorgó cipői úri emberek voltak, akik leírták. Most már nem írják le, mert majd jössz majd egy-két hónap múlva, és akkor fölírom neked, és akkor utána. Igen, ám csak a dopamint, azt nem tudja fölírni neki, annak meg kéne termelni, és akkor innentől kezdve ugye, na, vannak problémák a libidóval, meg hát a babavárással is. Tehát gyakorlatilag ez megint tulajdonképpen a teremtésnek a lényege, hogy tehát hogyan gondolkodik, tehát itt kompetíció, verseny van. Mindenki versenyez mindenkivel. És akkor azt mondja a búza, hogy én termelek olyan típusú vegyületeket, amelyek autoimmun problémákat indítanak el, tehát a lektin típusú anyagok, a mimikrik, ugye hasonlít valami valamire. Tehát ugye szedetik a vasat ezerrel, a delikvenssel, és mikor megnézem a transferinjét, hát már a transferin problémája van. Hát nincs elég transferin, ez a szállító molekula. Minden nap nem eszünk vasat. Na most ez egy autoimmun probléma. És akkor a magokat kiveszi az ember, akkor ugye amúgy is mindenkinek szivárgó bele van, ezt a szivárgó belet jó lenne megbeszélni, csak ez mélyebben kell lemenni. Tehát ahogy Béki tanár úr mondta, Isten nyugosztalja, mert holnap megyek Buda Jenőre egy ilyen kenyeres rendezvénye, és akkor megyek a feleségéhez. Ő Laci bátyám azt mondta, mindig ennek messzebbről kell nekifutni. Tehát ennek messzebbről kéne nekifutni, de higgyék el, hogy mindenkinek szivárgó bele van már. És tehát tulajdonképpen a rossz B-baktériumok által termett toxinok, egyikok, másik a fermentálatlan glutén, a harmadik pedig a glifozát kettős hatásban. A kettős hatás ez azt jelenti, hogy már maga, ha benne van, az már mozgatja a zonulin termelést, és a glifozát beépül a motoros fehérjébe, a miozinba, mondtam ezt a tight junctiont, ezek sima izomkis szálak, amik összehúzzák a bélhámsejtet. Ha oda egy bekerül, akkor a húzó ereje annak a szálnak, az leesik az 1%-ára. És egy kötekben egy van, akkor már csak 50%, nem tudja összehúzni. Na most ezen könnyű segíteni, mert ugye Einstein azt mondta, ugye ő Nobel-díjas volt, hogy őrültség az, ha mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy eddig is más eredményt szeretnénk kapni. Na most a nagy számok törvénye alapján, ha megnézzük, és összegzésnek ez szerintem úgy jó lesz,
hogy most a hat kisegérrel milyen kísérletet csináltunk, fontos az is, én is megnézem ezeket a cikkeket, de hogy amit látunk ebbe a táplálkozás epidemiológiába, hogy tulajdonképpen 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt kettes típusú cukorbeteg alig volt az országban. És tulajdonképpen ez egy mitokondriális betegség, aminek az a lényege, a sejt elutasítja a cukrot, mert neki a sejtben a mitokondrium nem működik. Tehát Raynaud-szindrómán van, hideg a kezem meg a lábam, nincs energiám, meg stb., pedig zabálom már, bocsánat, így mondom, a szénhidrátot, mert abban van az energia, nem a zsírban van az energia, nem a szénhidrátban. Az a rossz B-baktérium kérik, és azt meg te megeteted, holott te, neked kéne jól lakni. Na most tulajdonképpen ez a kettes típusú cukorbetegség 30 év alatt szépen bekúszott ide. És most mondom, most kezdődik, ugye amit mondtál Zsuzsa, tegnap nekem súgtál, most kezdődik az Alzheimer probléma. Azért, mert ugyanolyan mitokondriális betegség, és ugye amikor én elmondom azt, hogy kinurrenin útvonal sérül, akkor hát nem akarok senkit bántani, de ezt nem tanítják meg, ezt a kinurrenin útvonalat. Én is úgy jöttem rá véletlenül, azért minden kocának a nagyüzemi telepen bőrpellagrája van. Ez niacin probléma. És akkor miért van bőrpellagrája? Az 4D-s betegség, dermatitis, diaré, tehát dermatitis bőrgyulladás, diaré, hasmenés, demencia, azt érti mindenki, ded és a halál. Azért, mert ez, ha kukoricát ettek régen az emberek, főleg Erdélyben, Póalföldön meg Amerikában, kivéve a maják, azok, mert lúgba megfürdették vagy megfőzték a kukoricát, és a kukoricában van egy olyan antianyag, ami akadályozza a triptofániacin átalakulást. És tulajdonképpen nincsen szállító molekulája a Szentgyőri Krebs-féle ciklusnak, de ezt helyre lehet állítani. De erre nincsen tabletta. Mert ha a tabletta olyan, hogy nem engedi a cukrot felszívódni, az egyenes út a vastagbéldaganathoz. Tehát mindenre van megoldás. Ugye az egyik megoldás az bejött, ugye Rózsa Péter. Hát azért, mert ő is úgy tartja az állatot, ugye ő se úgy, ahogy Kassai Lajos szeretné, hogy tartsd az állatot természete szerint, mert neki van igaza. A takarmány, mi a takarmány az állatnak? A természetes élőhelyén, amit ő talál meg, szeret, azt kell neki bevinni az istálóba. Tehát tulajdonképpen én olyan tápot nevezem így, mert azért a mai állatoknál például egy mai csirkének azért van növekedési eréje, és ugye ott ki kell szolgálni, meg én azt szoktam mondani, hogy még 2 percem van. Jó, tehát a csirke az vegetáriánus, vagy nem? Nem. Ugye amikor szakad az eső, ugye kimennek a tyúkok az udvarra. De nem azért, hogy zuhanyozzanak, hanem jönnek ki a giliszták. A sertése vegetáriánus, hozzáteszem, a homo sapiens sem. Tehát itt lehet, hogy valakibe leromboltam valamit, az a teremtés ellen van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdést, ha egyet vagy kettőt. Problémát, ezt itt körüljártuk. Most borzasztó nagy divat a csíráztatás, hogy mindent is csíráztatni érdemes, és megenni, hogy ezzel mi a helyzet legtöbb. Hát az LMBTQ-s divat most, de valami. Én ki szeretnék belőle maradni. Na, akkor elmondom, jó, hogy kun gyerek, sertést, agrármérnök, takarmányozom neki, fölhív engem, hogy figyelj, Karcsi, vettem búzacsirát 14%-ban, csinálja már nekem receptúrát a hízótában. Hát mondom, Jancsi, nem értek vele egyet. Te semmivel nem értesz egyet. Jó, én megcsinálom neked, de hát ugye a kocákat én takarmányozom, a malacokat én takarmányozom, van 4 egészséges lába, nem lesz beteg a malac, mindegy. Később meg ő takarmányozza. 8 hónap múlva fölhív ez a komám, olyan bátor, mert egy nagy darab bátor gyerek, csak azért annyira nem, hogy egyedül elmenjen Kiskun Félegyházára, a Pininek a vágóhídjára.
hogy menjél, gyere már el velem. Jó, elmegyek. 5000 sert, és ugye 200 az övé, megvárjuk, hogy mikor jut oda. És akkor oda érünk, hogy jön a komámnak a 200 darab sertése. Na most tudni kell azt, hogy egy önetetőn fölnevelt sertés, ha 100 kiló az élősúlya, egy napot megkoplaltatják, az 82 kilóra vágódik, ha ez egy hússertés. Mangalica más. És akkor ugye ezt tudja az ember, hogy körülbelül mennyi a bélnek a súlya. És akkor a béltartalom az ott van egy tálcán, ott meg a félsertés, meg föl van akasztva a nyelvénél fogva, ugye mindegy. És akkor megemelem a belet, mondom, Jancsi, mert 5 kilóval becsapják mindig egy sertésnél. Hát mondom, figyelj ide, ez hatalmas gyulladbelek vannak itt. Olyan vastag a bélnek a fala, tehát az egy durván 1 centi volt, és ilyen két hüvelykújnyi vastagságú, végig a vékony bélfordé nyirokcsomó. Tehát ami olyat én még nem is láttam baktériumtól. Azt mondja, mitől van ez? Hát mondom, mitől? A búzacsirától. Tehát ugye, ha most nézzünk egy sertés tápot, ugye abban mondjuk van 10-12% búza, vagy 15, mindegy. És ugye annak a 3% a csíra, 15-nek a 3% az, mit tudom, 1,5%, nem tudom. De amikor 14%-ba beteszi valaki, és ugye senki nem szereti fényezni a saját hülyeségét, én sem, tehát ez egy emberi tulajdonság, és akkor megint volt 2 év múlva megint valami ilyen dolog, és mondom, Jancsi, nem referáltál a búzacsirával kapcsolatosan, hogy akkor mi lett a bélgyulladása? Ja, hogy elmúlt. Na most, a pásztor az nagyon okos volt. A Óváron végzett az akadémián az intéző úr, és akkor kiment a uradalom, és akkor mondta, hogy na, Jani bátyám, holnap majd azt a buján, vagy azt, hogy ne menjen buján a télbe, az a búza, hogy az árpa táblát csapassa már meg a birkával. És akkor mondta, hogy intéző úr, még ne, azt mondja, majd 2 hét múlva azt mondja, ráérünk akkor is. Mert miért? Azért, mert most ráhajtom, akkor gyakorlatilag elpusztul 3 birka. A teremtés, megint a gondolkozás, ugye végig küzdi a búza szeme a telet, jön a felmelegedés, mindenki mozgolódik, mindenki éhes, a búza is most már túléltem a telet, elkezdek növekedni, na de ezek a rovarok jönnek, anyukat. Ezek valamit csinálni kell? Mit csinál? Akkor a legmagasabb a búza csíra agglutinin fehérje, ami bélgyulladást csinál, meg gyulladást csinál a rovaroknak, meg nekünk is. Tehát én ezt egyáltalán nem javaslom, tehát egy bolond százat csinál, kategória. Régen volt csíra máli, mert lehet azt mondani, de akkor nem volt szivárgó bél. Tehát én egyáltalán nem támogatom ezt. Jó? Tessék? Jó napot kívánok, Szaponyi Vilmos vagyok, és köszönöm a szolgálatát, mint sok videójában ezt említette. Jelenleg nem említette a sejtes immunitást. Igen. Én ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ugye az előző előadásban is elhúztott, bocsánat, hogy nagyon sokkal daganatos megbetegedés. Igen. Hogyha a táplálkozásunkat megreformáljuk is, az által javasolt étkezési metodikát kezdjük, akkor lehetséges-e visszafordítani ezt a hajót? Na most ugye nagyon jó a kérdés, mert egyszer már azt el akarom mondani erről, hogy ugye ne egyél vöröst húst, mert daganatot okoz. Hát nagyon hülye vagy már, bocsánat, hogy ezt mondom. Megint ugye messzebbről kéne neki futni, de megpróbálom röviden. Minden ember életében 14 millió alkalommal képződik átíródási hiba. Ez azt jelenti, hogy a biológiában van hiba. Tehát ugye van 5 féle purin-pirimidin bázisunk, azok ott vannak a polcon, szaporodnak a sejtek, guanin, citozin, timin, adenin, uracil, megvan a 4. is, 5. is. És gyakorlatilag ezeket pakolja oda, mikor írja át. Nincsen timin. Most teszek helyette másikat, a létrafokának, ott be kell, a DNS-t, ha magunk előképzeljük. Majd jön a javítóprogram, rendbe teszi. Jön a javítóprogram, azt mondja, hogy van egy hiba, timin kell. Nincs megint. Nem baj, majd az immunrendszer. Mit csinál az immunrendszer? Az immunrendszer fölismeri, hogy ez hiba. Ez egy nem jó sejt. És a makrofág ismeri föl.
és nem jó sejt, és a makrofág elindítja benne, a sejtes immunitásnak a katonája ő, elindítja benne az apoptózist, a programozott sejt halált. Mivel indítja el? Az argininből megképződött nitrogénmonoxiddal. Mi van minden embernek? A teszkós vésli, sorolhatnám a chipseket, a szószokat, a mártásokat, ott van benne a lizin, arginint hiányt csinál. És hiába ismeri föl, nem tudja. Na most a másik dolog, a daganatos sejtnek ugye Warburg effektus, nincs idő elmondani, keressenek rá. Daganatos sejtnek vagy nincs, vagy nem működik a mitokondriuma. Tehát gyakorlatilag ő a cukrot csak a piros szőlősavit tudja lebontani, az nem árválkodhatott, abból megcsinálja a tejsavat, ez a laktátdehidrogenáz enzim, LDH, úgy kell nézni a labor, akinek magas, aggódjon egy kicsit. Na most következő, a tejsavtól úgy szabadul meg a szervezet, hogy a kori körbe, a májba csinál belőle újra glükózt. Tehát tulajdonképpen a daganatos sejt önmagát finanszírozza, magának csinálja meg a cukrot, kiből az egészséges testi sejteket bontom le. És ráadásul nitrogénmonoxid kell a vazodilatációhoz, és a daganatos sejt rühelli a oxigént. És az oxigén hiányosak a szövetek. Tehát tulajdonképpen a daganat képződése és a daganatos sejt fejlődése mögött mindenhol ott van az arginin hiány, és tulajdonképpen ez az én bánatom, hogy ezt egyedül kezdtem el, mert én azért több száz ezer malacot láttam a lizin alapú takarmányozáson, és nekem mondtak mindenfélét, csak amikor elmentem a teremtésnek a törvényeig, akkor annyit mondtam, hogy ti hazudtok. És még most is ez folyik, amikor citomegaló vírusra orvos ír föl 2x2 g lizint. Mondom, be ne vegye. Ugye lizint adnak herpeszre. És ugye mi a lényege? Stimulálja az immunrendszert. Azt nem kell stimulálni. Hagyjátok békén az immunrendszert, az tudja a dolgát. A szoftver mindenkiben jó. Azért múlik el a herpesz a lizinre. Ugyanis amikor bevesz valaki mondjuk 2 g lizint egy nap, vagy 1 g lizint, a szabad aminósav a teremtés szerint nem képződik a bélbe. Föl tud szívódni, a fölszívódás mennyisége véges, mert kell hozzá ugyanúgy carrier molekula. Na most, a herpesz azért múlik el, mert a herpesznek van egy nagyon speciális tulajdonsága, de csak neki van ez. Nagyon sok arginin abba a genetikai információba. És a lizin olyan arginin hiányt csinál, hogy a szervezetünktől nem tudja elvonni az argininint, és nem tud szaporodni. És mindig elő fog jönni. Egy ló szeme beteg volt, fölhívott a tulaj, és mondja a kislánynak a nova, herpeszes a szeme, ki akarják venni, nem tudják megmenteni a szemét, kiveszik a szemét, de a kislánya a szemével, ló, tehát borzasztó, hát a kedvenc állata, vagy nem, tehát óriási a baj. Nekem van egy állatgyógyász, egy gyógyhatású készítményen, mondtam, hogy küldünk neki, és akkor nagy mennyiségben, tripla adagban adja neki, ha rosszabb lesz először, mert az arginin donor tulajdonképpen. Ha rosszabb lesz először, ne aggódjon. Csinálja tovább. És gyakorlatilag le fogja győzni. Megmaradt a szeme, és sajnos természetgyógyászként én találkozok olyan hölgyekkel, akik emlődaganatosak, és akkor mindig megkérdezem, és herpeszre, volt herpeszre, volt szedett rá lizint? Igen. Tehát ezért nem szabad ezeket a húsipari készítmények. Tehát mitől rákeltél egy hús? Attól a lizintől, amivel még finomabban teszed. Aminek hús íze van, umami íze van, attól rákeltő, de nem ami legel az állat Rózsa Péternél, vagy Szomor Dezsőnél, vagy nem azon a takarmányon, amit én is ugye legjobb szándékkal csinálok. Nyilvánvalóan nem bio, mert itt vannak az érdekes történetek, az lenne a legjobb, de szóval ezek a sertést nézve a takarmány és az egészség teljesen összefügg, és most már azt mondom természetgyógyászként, a táplálkozás, hogyan táplálkozol, és az egészséged egyértelmű, és akkor a végszónak annyit, hogy tulajdonképpen
ha kivezetnénk ezeket, vagy hogy az egész országot, vagy itt is elmondom, a másik helyen is elmondtam, hogy vannak olyan önkormányzatok, akik már gondolkodnak abba, hogy akkor csinál magának egy biogazdaságot, és engem kerestek meg, hogy segítsek nekik, segítek természetesen, hogy a bölcsődést, hogy az idősek otthonáig mindenki azt tegye, mert hát gyakorlatilag ezen az ipari takarmányon, ipari élelmiszeren, hogy ugye, ahogy főznek az iskolába, ugye gyakorlatilag, hát most nem fogjuk megvenni a marhahúst, ez a Tesco csirke, ez jó lesz nekünk, keressenek rá, zöld izombetegség. Aki filézett csirke mellett van, olyan csirkéből van. Grimus, rá kell keresni, és löki a Google a képeket, hogy hogy néz ki az. Na, köszönöm. Szerintem elég volt, jó? Önök a heti mozaikot a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!